terveztünk együtt. Igen, majd. Hát, ha most vetkőző, meg lesz. Le kell dobni a ruhátokat. Csak még ruha van rajtunk. Igen, hát, de most már, ha kiállunk előre a komp elejére, mint két Winslet és Leonardo és Mesztelenek vagyunk, már-már beleébredünk a napfelkelésre. Aztán megveszhetem majd ezt a gyönyörű rubint, ez a mellkasodon. És egy kis követ a köldökömben. Szétfújjam a szört körülöttem. Én majd az operatőrt játszom, jó? Ti ketten meg összeborultok. Ne, ragd a kazánt. Igen, igen, kerüljük el a jéghegyet. Na, gyerekek, elindultunk, ha minden igaz. Igen, már igen. Megyünk egy brutális 6 km per órás sebességgel. Vagy talán van az a Bismarck. Kifutott a Lusitania. És elindultunk itt közben már, miközben itt mindenki szépen felszállt a kompra, ugye kompozunk. Egészen 9 óráig kompozunk. Így van. Odaérkezés fakultatív, irány fakultatív. Ez a terv, de az élet még közben szól. Kérdés, hogy mi lesz belőle. Mert ugye ma van, amit sokszor mondtunk, ez a kis Harley-ra megérkezős, kompozós, motorozós, fejkendős, bőrkabátos, bevonulós. Igen, ugye? Nem mindenkinél, azért, ha de ahogy látom, kör, igen, a nagy többség, aki motorra jött, az ugye ezeket a dolgokat használja, de a többiek azért nem abban jöttek. Eddig mi már a Harley-ra jöttünk mindenhogy, de leginkább kamionnal, meg egy picit motorral, ugye a tavalyi évben, és akkor most meg a kompos verzió van. Hmm. Ilyet még úgyse csináltunk. Ilyet még nem. Igen. Azt hittem, kicsit melegebb van így kora reggel. Ez igen. A 8 fok, ez picit meglepett. Aha, hogy akkor, te még nem aludtál a alsó játékben, bungalóban, öcsém. Hát figyelj, az éreztem van. Én. Tudod, hogy, tudom, hogy mikor kell otthon aludni, és mikor kell csak másnap reggel megérkezni, vagy lemenni ott aludni. Még szerencsé, hogy volt gáztűzhely a konyhában. Igen. Ami ugye határozottan tilos alvás közben üzemeltetni. Marhajok egyébként a kis házak, én gondolkodom is rajta egyébként, igen, hogy milyen jó lenne ezzel mondjuk a Karib-tenger térségben. De nem, én becsuktam két ajtót, a két kis szobáit, a konyhát felfűtöttem, megnyitottad a gázt. Így van, belegattam. De alvogáznál el aludni? Hát azért az veszélyes, nem? Nem, hát alvogáznál aludtam el, de... Ja, de nem éget, akkor már ő is aludt. Együtt aludtatok, te és a gáz. Igen. Felfűtöttem, eloltottam, és utána bebújtam a takarók alá, amiket sikerült innen, illetve a mellettem lévő nyitott ablakú kis háznak az ablakán bemászva, aztán kimászva zsákmányolna. Feri pedig megérkezett egy cigarettával a kezében, Jani, ébre vagy, ígőt, csak ezt lehetett hallani. Jaj, gyerekek, azért ez így nagyon szép, ahogy kinéz, komolyan mondom, na, felkelte szép a Balatonon, Balaton. Nem már a Balaton közepén, brutális sebességre képes ez a komp. Az van, hogy egyébként valahogy valamelyik a kombnak valamelyik kötelébe beleakadt az a hajó, mert nagyon jön velünk. Igen, ha ilyen sebességgel még mit csinálunk 7-től 9-ig? Nem, mert 7-re ott vagyunk. Hatszor megjárjuk oda-vissza a Balaton. Várjuk majd, ahogy hívják ott a felmentőseket, a sárga angyalokat. Hol vannak a mokkások? A mokkások? Látni akarom Demcsák Zsuzsát. Tényleg, Zsuzsi, hol vagy, felé. Össze akarok kapcsolódni veled? Látni akarom Bachmann dekoltázsát, hogy kinek mi? Ki van ma? Bachmann? Írjátok már meg, jó? Hogy ki van ma? Beintegetünk nekik. Valahogy belekúszunk a totáljukba, jó? Hogy éppen brutális politikai beszélgetéseket folytattak, mi... Egy nagy duda szóval szépen átmegyünk ott a nagy totában. Merre vannak ők? Siófokon? Fagyoskodnak ők egyébként? Itt a szállodasornál lehet őket megtalálni. Ja, ott arra felé vannak. Kicsit egy jobb most kéne oda dobni, és akkor ott a part előtt megvannak. Szerintem 8 órára már átvettük az irányítást a hajó felett, most még ez ilyen kis barátkozós, 3-4-8-kor fölmegyünk, nem? 8-kor már mi vezetjük a kompot. Terveim szerint, tehát 4:30 környékén akkor becsúszunk arra felé. Jó, és megnézzük, hogy mit, ott ki lehet kötni? Hát a strandon nem hiszem, hogy jól mutatna a komp. Azért az média történeti pillanat lenne, nem, Jani? Egyszer csak így hátulról átölelném a Bachmannt a mokkával. Szerintem igen, nem? De nem csak közvetlen. Ki van itt? Befognám a szemét, ki van itt? Jó! Kicsit megcsikizném és visszaszállnánk a kompra. Nem csak a média történetében, hanem a Bahar történetében is egy komoly történelmi léptékű pillanat lenne, hogy így felfutna a gyepre a komp. Óriási lenne, és szépen kikötnénk. Gyerekek, a huligánszes srácokat fölvettük, vagy valahol még egy üveg sörrel állnak a kezükben, valami másik kikötő? Nem, dobozos fogyasztanak. Figyelj, az döbbenet volt, az a látvány. Sosem láttam még ilyen szép zenekart. Azt hagyjál, hogy milyen jól néznek ki már így korra reggel. Nyilván nem aludtak, mert hogy 3-kor hagyták abba valahol a zenélést, legalábbis így, de hogy itt álltak 3-an vagy 4-en, és mindegyik 3-4-5-kor egy üveg sört fogott a kezébe, imádom őket. Tehát igazából két végén. Meleg te volt benne, csak az image miatt így van. Így kell két végén égetni a gyertyát. Hajnali 3-4-5-6-kor már masszívan sörözni. Furcsa alak a kávés pohár. Igen, nagymama tája volt benne. Milyen volt az Iron
Maiden koncert. Hát srácok, ilyen képet fel tudunk rakni a Facebook oldalra, amit így tudtam csinálni közben, de gyakorlatilag hát elmondhatatlan jó volt. Jó volt? Hát ha csak abból indulok ki, hogy 15 ezer ember csulik telt ház az arénában, azért az rettenetesen volt egyrészt, másrészt meg... Nem egy Jani Csákveca koncert. Nem, az se rossz, nem, a Jani Csákveca. Egyébként ez elgondolkodható, hogy az van, hogy ezeknek a rockereknek ritkán dobnak koncertet, érted? Igen, most igen. Ott főleg volt, ennek a... Hogy vagy ezek csak... szeretik ezek a zenét, tudod? Mert hogyha így belegondolok egyébként, hogy én voltam a Robbie Williams koncerten, utólag is köszönöm, hogy nem tudtatok elmenni. Nagyon szívesen, örülök, hogy tudtam segíteni, hogy kettő darab koncertjegyet. Gyerekek, hogy ott van a Robbie Williams nevű fiatalember, aki most egy menő popstár szerintem, és nem voltak ennyien. Tudod? Lehet, hogy nem engedtek be ennyi embert, de hogy azért a Robi koncerten egy ilyen erős 3-4 ház. De én most néztem a képeket, mert hát nyilván, ahogy reggel 5-20-kor találkoztunk, azóta hallgatom, hogy a Bruce Dickinson spandex gatyájában mi van. Egyébként én meg is kérdeztem, tehát érdekelt is. Ugyan telt ház volt. De nem azért, mert az Iron Maiden koncerten már annyi az átlag életkor, annyira idősek, hogy ne tudjanak eldőlni balra jobbra, és sokat behívnak, hogy megtámasszák egymást. Azért van, mert... az, hogy 60 pluszban már a küzdőtéren mindenki támasztja a másikat. Tehát nem erről volt szó. Ez azért van, mert ugye vannak az átlagos Iron Maiden anyagok, már ilyen 50-60 pluszosok, és velük eljönnek a gyerekek, hogy a két öreget ne hagyják otthon, tudod, őrizetlenül. És ezért van mindig tárház. Ja, érted, jön a kísérők. Igen, a kísérők. A 2000 jegyet adtak el, a többiek a statkó. Még a többiek csak az ápolók voltak, és a szociális gond. Szóval tele volt. Hogy lehetett a Robin? Hogy lehetett a Robi 3-4 ház? Hát 3-4 ház volt. Hát, azért, mert Robin Williams, ez pedig az Iron Maiden. Jó, hát nagyobb név az Iron Maiden azért. Ott még azért elfértek volna néhányan a terem végében. Nagyon jó volt, meg jó hangulatú volt, meg jó volt a koncert, de nem volt olyan teltház, mint itt. Vagy csak ő bemontírozta éjszaka a Jani izéket. Nem volt kis meló egyébként így megtanulni tegnap estig a Photoshopot. És mi volt, bementél pogozni, vagy nyugdíjasan üldögélt? Elfönnültünk a lelátón. No, úgy kell. Jó az. Csabi, Abaházi Rómeó és Vadonékele Mónika társaságában fönn voltunk és hallgattuk ezeket az irgalmatlan klasszikusokat. Gyakorlatilag hát nem is tudom, 90-es évek elejével bezárólag játszottak számokat, szinte minden klasszikus albumról. Hihetetlen jó, egy olyan best-op volt, egy olyan hihetetlen greatest hits, amivel nem lehetett mellé nyúlni. Tehát az, amikor már a hangzás nem is érdekes, ami egyébként nem is volt annyira patent, sajnos valahogy ekkora hangerővel nem bír ez a helyel, de amikor már tudod, hogy nem fontos a hangzás, mert minden számot ismersz, mindegyiket dúdolod, mindegyiket énekled, hogyha tudod a szövegét, zseniális volt, és ezek az emberek, hát most már azért benne van a korban enyhén szólva, de azért csak látszanak a Jenny Gerst, az egyik gitárostól, hogy 6 méter magasba dobja fel a gitárját, és aztán el is kapja, lefelé jövet, igen, mert olyan már láttam, hogy feldobják, de nem mindig sikerült elkapni. És hát hihetetlen pirotechnika, ami még így a terem másik végébe is egyébként mindenkit bronzosít, hihetetlen jó volt. Na, tényleg, szóval a látvány elvitte, ez a lényeg, érted? Így van. Hát vannak tőledek, ezek a hajbandák, ezek mindig ilyenek volt. Hajbandák. Tupirozott hajak, kisgatyák, torna. Ez eddig 5 méteres. Hát. Egyet hallottál, az összeset hallottad. Úgyhogy. Ja, hát így is van egyet, ahogy mondod. Elsütöttetek, nem ezt nem mondod. Igen, az első szám lement, és akkor mondom, hogy ne menjünk, érted, ha egyet hallottam, mindegyiket hallottam. Bali itt lenne, már indulna hazafelé. Jó, ez is megvolt. Na jó, van, szóval nagy élmény volt. Hatalmas volt, olyan néhány kép fönn van a Facebookon, nézzétek meg, lájkoljátok és egy picit irigykedjetek, ha nem lehettetek ott. Milyen zenét játszanak? Ez most komolyan kérde az Iron Maiden, milyen zenét játszanak? Kettő darab, életemben kettő darab Iron Maiden-t hallottam, akkor sokat mondok, én nem bírom ezt a hörgős... Nagyon csodát. A rockos csirke Bruce Dickinson soha nem hörgött. Tehát Bruce Dickinson az a típusú énekes, aki gyakorlatilag bármilyen X-faktor, vagy bármilyen tehetségkutatóban megállná a helyét, mert ő hihetetlen jó énekes, az a fajta, aki gyakorlatilag mindent el tud énekelni, ettől függetlenül úgy döntött, hogy egy heavy metal zenekarban fog énekelni, gyakorlatilag a világ egyik legfontosabb, legnagyobb hatású brit heavy metal csapatában. Mi van? Nem, te törlöm a közben a laptopomat, hogy lássam, hogy hány óra van. Na és képzeld el, Feri, az volt még, hogy ezek a srácok hány millió albumot elvettek. Hát csak megtöröltem. Benyáztam a laptopomat, és megtöröltem, hogy olyan koszos a laptopom, mondom, legalább lássam azt a kis sarkot, hogy hány óra van. Mert megvan nyitva az iromaiden.com, és akkor nem látsz mindent tisztán, hiszen pont belesüt annak, és ezért kellett megtörölni a képernyőt. Van mit bepótolnom Iron Maiden szinten, de ha jó volt, akkor annak örülök. Iszonyatosan jó volt, minden forintot megért.
Jól van. Mi újság, te mikor jöttél reggel? Nem. Jaj, te is itt aludtál. Én leelőztem Jánosékat, én dolgoztam tegnap este, és akkor olyan fél egy körül érkeztem meg, próbáltam keresni egy embert, mondom, egy rohadt fröccsöt, ijunk már meg. Valaki? Még, gyerekek, metál van, rockerek vagyunk mindannyian, még egy picit én is, motorosok, halló, hol vagytok? Ennyi volt az egész táborban, mondom, akkor én is behúzódom, én is öt takarót összegyűjtöttem, igen. És békesen még... Kussoljál már, mi nem vagyunk rockerek, csak azért csináljuk, mert a Delhozzi Johnny is motorozik. Még a Janit fölhívtam, egyeztettünk egy jó 5-20-at, mondom, akkor találkozunk, aztán kiügetünk, mert kérlek szépen mi hajóval jöttünk át a Balatonon. Bizony. Ennyi. Komolyan? Ennyi. És én annyira nem tudtam aludni már, hogy egyébként fél 5-kor már megébredtem. Annyira izgatott voltam. Illetve nem mert a mellettem lévő bungalónak a tulajdonos, valószínűleg egy Harley is, nem volt elégedett a gyújtás. Figyelj, nem is, de ez annyira te vagy egyébként. De hogy így tudod így, amikor így tudod így el tudsz aludni nagy nehezen, mert már rátült a veríték, és akkor egyszer csak... Jani, és akkor mondom, hogy valószínűleg itt van. Tehát, hogy ő azért kell fél ötkor. De köszönöm szépen, de na mindegy, csak annyit mondanék, hogy szerintem tök jó sport, meg combosít, hogyha valaki kiszólja mondjuk a sorokból, a botort, és ott indítja. Nem szólták ki? Mit? Nem szólták ki valamit? Aludjál már! Kusseljél már! Ki az, ki van ott? Bocs, Rákóczi Feri vagyok, ne harmi, nem... Legalább az abaházit mond, már ennyi összetartás legyen bennünk. A Szaniroli vagyok. A Szaniroli. 11-kor érkezem, majd akkor verjél meg. Szóval, ha fél öt, akkor ő ide jött Siófokra, tehát itt van a hajó. Hanyasban aludtál? A 13-asban. Ki alszik a 13-asban? Ja, és a 13-asban, milyen jó előjel már, nem? Hát, hogy már alapban, amikor megkaptam a 13-asnak a kulcsát, mondom, na, ebből lesz valami. És lett is. Hát nem, mert azt hittem, hogy csak nálam rossz a fűtés. De akkor ezek szerint. Gyerekek, én ezt most annyira éreztem, hogy igaz? Ma nem. Tehát ezt, csapat összetartás, ide fröccsözés, oda, én ezt annyira éreztem, hogy 5 óra előtt néhány perce megriadtam, egy picit szabálytalan tempóval megérkeztem ide 3-4-6-kor. Nem nagyon, csak egy egészen lehelletnyi. De azért, mert Székesfehérváron laksz most, és akkor az onnan 40 perc, az ennyi. Köszönöm, hogy nem nekem kellett ezt mondanom. Így van, hiszen Fehérváron már csak egy ugrás Siófok. Nem jutottam el tegnap erre a Tom filmre, gyerekek. Nem? Olyan nyugdíjasan nyomtuk, hogy az valami elképesztő. Azért maradtunk otthon, hogy elmegyünk moziba, leadjuk a gyereket. Pont ezt hallgattuk tegnap egész reggel, hogy mennyire más lesz most az életünk. Mozgófilm színház, popcorn, izé. Mozgófilm. Így, hogy a vidéken felénk így mondják, még ez van kírva. Mozgófilm színház, de már nem működik egy 30 éve. Na, gyerekek, öregecskén nyomom én már, nem. Megfáradtam így fél 10 körül, úgyhogy nem jutottam el. De pedig elmegyek. Pedig azért elmenni egy multiplexbe és megnézni egy blockbuster filmet, azért az maga a rock and roll. Kár, hogy egy kicsit így megöregettik. Megfáradtam én már, gyerekek, megfáradtam. Sárváron van mozi? Nincs. Hogyne volna? Na most akkor döntsétek nincs. El. Nincs, biztos, hogy ott van. Tegnap írták a hallgatók, hogy nincs. Nincsen. Tegnap írták, tegnap ezt ugyanezt kérdeztük. Nincs minden helyen mozi. Hogy... Nincsen, nem ott van a Nádasdi mozi. egy nyomvat kertmozi sincsen. Hát akkor kénytelen vagy eljönni velem a várba. Vagy a kalandparkba. Hova? Kalandparkba. Majd csúszdázunk együtt a kalandparkba. Sport, menj na. Micsoda, tegnap 2,5 órát teniszeztem, úgyhogy a sport. Na és mi lett az évezred mérkőzése? Megnyerted? Muszáj volt, gyerekek. Muszáj volt. Behúztad? Beám. Javulok. Javuló tendenciát mutatok. Egy mély gödörből jövök most éppen kifelé, de úgy néz ki, hogy visszataláltam magamra, önmagamra, úgyhogy nagy meccs volt, de megnyertem. Nem az, végre sikerült szar ellenfelet választani? Na jó, minden csak megközelítés kérdése. Igazából ez a teljes igazság, de hát miért kell egy ilyen szép dologba ennyire belerondítani? Déltől 2:30-ig a tűző napon. Ez komoly fizikai. Ügyes volt. Tessék? Jól mozgott? Nem. Egyáltalán nem. De jó, nagyon jó meccs volt, úgyhogy sportoltam. De hova akarsz engem elvinni? Várat nézni? Aha. Eljöhetsz velem. Azokat a romokat ott Sárváron? Hát az nem olyan. Sok rom van az országban, a Nádasdivár az nem tartozik ezek közül. 4-szer voltam már ott körülbelül. Igen? Persze. Aha, hogy téged ismerlek, az ott a vár. Egy, az ott nem a vár, kettő, az ott mellett a kocsi, nézd ki, az ott a vár. Igen, menjünk el a gyógyszertárba, nézd megint ott a vár. Jó, menjünk-e, vásároljunk vele, amit megvan a hatodik. De szívesen elmegyek veled délután. Na. Egyébként.
Jézus. Ha nem kell ott valami teljesítménytúrán részt venni, és 4 órát kaptatni, egy ilyen botorkálni egy ilyen dombon fölfelé, de az nem egy erdőben van, hanem ott Sárvár közepén. Ha a teljesítménytúrának számít az, hogy átmész egy ilyen 60 méter hosszú hídon, hát, a várkapuig, akkor frissítő hozzá azért magad. Valahol megtokálni kocsival, nem Feri? Odáig a tövékbe lehet gurulni. Ha valahogy be tudok gurulni, akkor utána már sétáltunk, csak be tudja gurulni. Na mindegy, jól van, oké. A lényeg, hogy itt vagyunk, tehát most senki nem tud nagyon felszállni. Ha valaki szeretne velünk találkozni, vagy tovább gurulni majd a konvojjal, akkor megteheti, mert hogy 9 óra környékén landolunk, ugye Tihanyban, és onnan a szokásos begördülés a Harley Fesztiválra, amit ugye tulajdonképpen most már ugye hosszú évek óta a kamion megérkezése és a motorok megérkezése nyitja meg már, mint maga a fesztivált, és hát este nem elhanyagolható módon egy best of koncert. Köszönöm szépen, előzenekar Gangsta Zoltán. Így van, nyitjuk majd a Hardy Fesztivált, úgyhogy 9 órakor. Tökre vidám volt, egy bocsánat, csak találkoztam tegnap Big Daddy Lacával, és nagyon vidám volt, és nyilván ez annak köszönhető, igen, hogy előttetek léphetnek fel. De mondta is neked, hogy hallod, Jani, hallod. Nem talált a szavakat, és nagyon sírt. Én a Big Daddy feleségének még egyszer megvettem az autóját. Ja, azt hittem, hogy ebből durvasztom, hogy ez meg volt. Nem most előjön ki. Hát a korábban jönnek. Elkaptam a Laca feleséget, azóta nem tud róla. Pedig ott aludtál a szobában. Nem, megvettem az autóját egyszer. Semmi van. Semmi, nem. Ez a közös bennem Lacával, hogy egy autóval jártunk, ami a feleségé volt. Hatalmas, nem? Hova lehet ezt mondjuk, még fokozni? Mondjuk, ne vegye sértésnek semmiképpen. Figyelj, Laca, hogyha esetleg hallasz, akkor ne sértődj. Én hát nem sok embertől vennék autót, de őt nincs közt. Valahogy nála érzi az ember, hogy egy kicsit... Igen, én is, de annyira kis szép autója volt. Picit kevesebbet tud, mint amennyit állít róla. Hagytam magam meggyőzni. Róla, hogy állunk játékkal? Mi a helyzet? Egy-egyben vagyok, hétfőn kihúztuk az egy percet, tegnap nyertem. Hát akkor tegyél pontot ennek a szörnyű históriának a végére, akkor legalább egy 2-1-ig jussál elő magaddal szemben, úgy, hogy mi vezetünk, jó. És akkor holnap után ez, de a srácok is ráérnek játszani, csak mondom. Jó, meglátjuk. SMS-ben most szerintem ne jelentkezzen senki, majd a helyszínről választunk játékost, jó? Úgyhogy jönnek a hírek, pontosan 6:30 van, a hírek után pedig itt vagyunk mi is. 10 perc múlva, pontosan 7 óra. Hol a lendület, ami az előbb még megvolt? Nem, azon gondolkozom, hogy valószínű két bőrkabátos rocker szórakozik a Janival, és éppen a gépházban szkanderoznak a hátra. Gyere ide, de jó popsiú, beszóltál nekünk a hajnali ébresztés, menj erre a papához. Tudod, kiről fettette be a mocit, na mutatom. Igen, hogy Jani konkrétan eltűnt, és szerintem már közelebbi kapcsolatba került egy vödörgépzsírral. És két nagy darab motoros kényekedvére szórakozik a kis cafat kis testével, úgyhogy igen, hát a mi Jánosunk az eltűnt. Viszont mi pedig játszunk, már is itt van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Engedjétek ki Janit a retyóból. Magányos. Igen, valaki, aki nagyon vicces, hogy bezárta, az nyissa ki, jó? Mert nem tud a Jani visszajönni. Hello, jó reggel, szia! Hello! Hogy hívna? Jászmin. Mondjuk el a hallgatóknak, hogy nem azért választottuk Jászmint, hogy egy kicsi, apró gyermekkel játszunk, hanem Jászmin állítólag nagy játékos, sokat játszik otthon, és nagyon jól játszol, ugye Jászmin? Igen. Hány órakor érkeztetek a kikötőbe? Hát olyan 4:30 körül. Atyaisten, 4:30 körül. Jézus, igen, 4:30 körül. De kegyetlen már... állat anyuka, de tényleg. 4:30 körül kiverted a gyereket az ágyból, hogy jönni kell? Igen, és inkább a Hooligans, vagy inkább a Morning Show? Ki miatt? Hooligans vagy a Morning Show? Hooligans. Na jó, ugorjatok egy fejt. Dobjátok a vízbe az egész bagást. Majd itt kiszednek benneteket, mert 6 hajó kísér bennünket a kom mellett. Jászmin, ha jó játékos vagy, azt mondod? Igen. Na jó van. Kivel szeretné játszani? 2-re redukálottunk, mert a János továbbra is beszorulva ül a kombúdián valószínű, és egy rohadt nagy retesz van az ajtaj előtt, tehát ő nem jön vissza. Jászmin, ki legyen? Na, választ Feri bácsit.
az én jó, vagyok. Rákóczi Feri. Jaj, de drága vagy. Na jó, na jó van, de nem ám aztán itt nyalereskedünk, meg puháskodunk, hogy jaj, egy gyerekkel. Kicsoda, egy gyerekkel sose vagyok. Azért puha. Mondom, hogy ugyanúgy játszál, aztán nem ám itt szimpátiapontokat gyűjtünk az anyukáktól, hogy nem bántunk el a gyermekkel. Hát az ez anyukát, egy, ja nem, huligesz miatt jöttél, jó van. Férfias küzdelem kell, hogy legyen. Kivel szoktál gyakorolni, Jászmin? Anyával. És lenyomod? Igen. Igen? Béna? Most megmondhatod, nem most hallja. Mondhatod, hangosan, Béna. Nem ügyes? Nem ügyes a mama annyira? Hát, valamikor igen. De fogadjuk, itt... rosszul is főz, mi? Jól főz? Nem szokott főzni. Aj, de szép volt, Jászmin. Neked van igaza, neked van igaza. Nem kell. Tehát az háziasszonyok sokszor azt gondolják, ez egy kötelező dolog. Ha valaki nem szereti, nem kell erőltetni. Persze. Na jó, de hát mit teszik szegény gyerek? Nézd meg. Papa én? Főz? Papa főz? Apuka nem? Ő se? Hmm. Hát. Figyelj, kinéztél anyádra, hogy honnan van az ebéd, buter? Nem, akkor mindig ezt mondja, anyám, mi az ebéd? Hideg. Megint anyám, mi a vacsora? Hideg. Na Jászmin, indul az óra. Jó? Csak még egy kérdés. Ki szabad után jönni? Aha, hátul voltam. Van Melegszendó. Azt hittük, hogy elkaptam. Marhára nem lehet lent, hát illetve kicsit beljebb, nem lehet már semmit hallani az adásból. Én ezt hittem, hogy már két hád is egy vödör. Egy hád is és a fűtő elkaptak és bepaníroztak. Én pontosan erre gondoltam, hogy egy vödör zsírral már ott veled, egy gépzsírral már nagyon finoman elszórakoznak. Na, gyerek is van a társaságunkban. Elég ebből. Igen? Három. Kettő. Egy. Tessé! Apát hoztátok? Ez a válasz? Azt mondtad, hogy sokat játszol, ez igaz? Igaz. Látod a szememet, Jászmin? Látom. Akkor maradhat a szemüvegem? Napszemüveg? Maradhat. Kedvenced a Hooligans? Igen. Ide sokat gondolkoztál, ez az életem, azt a kutya fáját. Szebb, amikor a Feri kinyíre, 10 éves gyereket. És most, ahogy megígértük, dobjuk anyut is a vízbe. Pedig milyen szimpatikus gyerek. Hogy elkaptad? Nem szól a tapsom. Nem baj, majd oda képzeljük. Adja be valakit, ne add be, miért nem adod be? És ma különösen szigorúak leszünk, még ajándékot se adunk. Hát Jászminkám, ez nem ment túlságosan jól, de... Ügyes voltál. Mivel időkitelepülés van, nem mehetsz el ajándékcsomag nélkül, ragadj meg egyet, amelyik tetszik, mindegyik egyforma egyébként. Órásat vagy bögrésed? Na, tényleg. Órásat vagy bögrés? Órásat. Órás, legyen ez egy órás. Látod, tessék, itt van benne, minden, gratulálunk, Jászmin, sose volt még ilyen ügyes, Jászmin. A pontot beírjuk magunknak, de az ajándékcsomagat ilyen, jó? Ügyi voltál. Köszi, Jászmin, ciao. Köszönjük szépen. Szia. Tehát így ebben a frenetikus Feri versus Feri, most hogy állsz magaddal? 2-1-re vezetek. 2-1-re elhúztam. 2-1-re elhúztam, van egy percesünk az elején, ugye a hétfő, azt kihúztuk, és azóta pedig hát egy gyermek leigázása után 2-1. Jó, ő akart. Így van, mondta, hogy nagyon szeretné játszani, tehát hogy nem... Most hát nem ő az anyukája akart. Mama maga előtt betolta a gyereket, tudod. Kicsit tartották az ajtót, hogy nehogy visszamenjen hozzájuk a gyerekbe. De így jól alakult. Igen. Na jó, 5 perc van, pontosan 7 óra. Mi még mindig kompozunk, lehet nekünk integetni, nem látunk senkit, de nagyon bőszen visszaintegetünk bárkinek. A Balaton közepén vagyunk. Mit integetnek, hogy ne látnánk őket? Északi part, visszainteget! Déli part, tapsol. Sokat nem látunk. Hogy hol vagyunk, azt nem tudom, hogy mi az úti cél, az se, de nekünk nagyon nem is kell tudni, 9-kor legyünk Tihanyba. Nem? Ennyi. Illetve látogassuk meg Demcsák Zsuzsát. Ez a két célunk a ma reggel. 4 perc van, 7 óra, jövünk a hírek után. 7 óra múlt pontosan 12 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk a kompon. Hello Jani! Sziasztok! Hello jó Feri! Reggelt. Mit keresel? A fülesem eldugtátok? Nem. Szakott nekünk? De adok egy-egy, gyere ide. Csalafelnök vagytok. Tiszta osztálykirándulás. Hol vannak a cuccáim? Kidugta el? Igen. Jaj, de viccesek. Nem tudom, hova tűnt a fülesed egyébként. Nem lehet, hogy a játékosunk elvitte? Nem. Azt mondta az anyja, nem. Menj be, a legdrágábbat hozd el, Lelajta. Ott van. Hozz valamit, Janitól nekem. Ezt még a gépzsír mellett lent a hangárban, vagy hol a gépházban hagytad el, amikor készült az a bizonyos meleg szendvics. Értettük a meleg szendvicset. Igen, ez epressíkosító, nem is dzsem. Gyerekek, már lement 2 darab Hooligans dal, ugye, és továbbra is itt kompozunk valahol a Balatonon, hát kevésbé tudom magunkat betájolni, de mintha a Tihanyi félszigetet látnám velünk szemben, amitől most távolodunk, tehát megyünk visszafelé. Akkor megyünk Siófa felé. Viszont nem velünk szemben van. Nem, de velem szemben van, ott van velem szemben. Jó, a forgószék csodája, mi? Hát attól, mert távolodunk, attól még lehetek szembe, hiszen menetiránynak háttal ülök. Igen, vagy menetiránynak szemből ülök. Nem, a kom nem kolattalat, én ülök háttal. Szóval megvan a Tihanyi
félsziget, az azt jelenti, hogy akkor ott van a Köröshegyi Völgyhíd, ebből a hallgatók ugye semmit nem látnak, hiszen nem mondok irányokat. Ott van Szigliget, arra van Lele, arra meg ott van. Ott van Pakman Péter. Igen, Pakman Péter didereg. A parton pedig Pakman Péter. Így van. Nagyon fázik. Nemcsák Zsuzsa pedig karcol. Így van, gyerekek, élő Hooligans koncert a vízről. Ilyen se volt még, nem? Annyira exkluzív, hogy ezt még soha senki nem csinálta. Egy Comprol Hooligans koncert, Hooligans rajongó közepette. Így van, mert hogy a Hooligans és a víz között van egy kompis. Így van, ilyen fura lennek, ha vízben lennének. Így van. Nem úgy volt, hogy a Balatonon nem lehet motorcsónakozni? Mert hogy egy motorcsónak ha nem majd... azért mondjuk, maradjatok! Semmi gond, ne törődjetek, hogy most maradjatok itt nyugodtan. Nem, ők sodródnak, elszabadult valahonnan. Ugye? Én még úgy tudtam, de mindig, amikor lejövök a Balatonon, mi nagyon szeretjük a Balaton, sokat jövünk, akkor egyre több motorcsónakost látok. A biztosítás véget vannak. Tehát ők egyébként nem, de most kivételesen lehetnek. Biztosítanak minket? Igen, hogyha beleesténk a vízbe, akkor már ki tudnak venni. Most már lemaradnak. Egy picit. Szevaszok, köszi, és bocs még egyszer, hogy szóba hozt ez, Balázs, meneküljetek. De milyen, nem a mentőhajóról beszélek, hát ők látszik rajtuk, hogy ha beleugranék, ott ugranék, belőle ők vannak. De itt jöttek más motorcsónakok körülöttünk. Aha. Ők azért igen, vannak, hogy én esnék vele, mert egy kis gumicsónakkal engem nem lehet kivenni. Ja, azért van annak a motorcsónaknak a taru a végén, hogy ezt égetjél meg a vízből. Egyébként sem motorcsónak, csak nagyon pici felületű a vitorlázata. Igen, egy kék színű szép kis vitorlázata van, igen. Most mentem át a Köröshegyi hídon, láttam a klackompot, ezt Sanya küldte nekünk. Uh-huh. Akkor tényleg rossz irányba megyünk. Kapitány úr! Hello! Akar róla beszélni? Gyerekek, hát nem túl nagy ez a Balaton, mindenhonnan láthatóak vagyunk. Tehát nagyjából a Tihanyi félszigetig, ha bárhol kiállsz a partra, akkor meg tudod nézni a kompot, mert látszunk. Hát nem? Egy kezd helyén egy kicsit remegne. Azt mondom, hogy a Tihanyi félszigetig bezárólag, ezen a részen, ugye látszik a komp, sokan nincsenek most vizen egyébként, tehát nem úgy, hogy nem látom a vitorlás hajótól, mert mi vagyunk egyedül, meg egy-két kísérőhajó. Hát igen, meg nem rendeltetésszerű, hogy így fogalmazzak, hogy egy komp eltávolodik ennyire a Tihanyi félszigetről. Ugye az itteniek nem nagyon szoktak hozzá a látványhoz, hogy sodrodik egy komp egy olyan irányba, gyakorlatilag merőlegesen arra az irányra, amit tőle megszoktak. Tehát ha úszó embereket látunk, értünk önnek? Forduljatok meg! Mi a jelmondatunk? Bahart will go? Így van, igen, vagy don't chain Bahart, illetve van még a... Mi volt még? Last Christmas. Igen, last akkor Christmas, van a... I give you Bahart. Várjál, a don't go breaking Bahart. Igen, Debrecenben a Szoboszlai úton mérnek a piros Ford Fiesta-ból, mint mindig GS küldte nekünk. Aztán Budakeszi úton majdnem áll a forgalom, lassú haladás, mindenütt jó, de mindig elzavarnak. Trafi az M3-ason Budapest felé a 185-ös kilométernél, ezt Levi küldte nekünk, M2-es Gödigi hajtó után Pest felé szintén trafi, M7-es Pest felé Tárnoki kútnál szintén trafi, ez a 26-os kilométernél van, és a Székesfehérvár felől érkezőket mérik, ezt Tamás küldte nekünk, valamint a Budafokin befelé a Molkút után a kanyarban egy fehér civil kis furgomból szintén mérnek. Gyerekek, sok a trafi megint. Itt a Balaton közepén. Mit érdekel az téged? Majd hazafelé. Írt az Anna. Tényleg? Igen. Verset? Nem. Üzenetet. Tatár Csilla van. Akkor forduljunk vissza. Nekem bejön a Csilla akkor... is. Irány, tarts! Akkor hagyjuk. Igen? Csilla? Igen? Ne, Gabi, nehogy aztán a popsira csapjon. Bizony. Majd a Gönci Gabi, nehogy aztán egy ilyen féltékenységi jelenet bontakozódjon ki az RTL aulájában, a Gönci Gabi birkozik Vadó Janival. A reggeli cicabox, tudod, én összekapaszkodod ki ezeket. Jaj, most miért csináltad ezt? Úristen, válasszák szét őket, ennek nem lesz jó vége. Jaj, meghúzom a haját, nekem Gabi, nincs is. Gabi, ne csináld ezt, engedd el a fenekem. Igen. Na mindig. Igen, hiszen én nem tudnám elengedni az ő fenekét, hiszen nincs neki. De van, csak mindig ott hagyja. Van, igen, csak behúzza. Tehát ő reggel úgy indul el, hogy megnézi, megvan a pénztárcája, a kulcsa, a telefonja, de nem csak olyan a saját fenekét. Elindul, és aztán rájön otthon, hogy útközben rájön, hogy ott hagyta a fenekét, akkor már nem fordul vissza, hiszen elkésne a fókuszból. Biztonságos helyen van. Fenék nélkül megy be dolgozni. Így van, biztonságos helyen van, gardróba. A feneke, a brillantinos tége, illetve a lakcipő mellett. A Gabi egyébként szerint elzárja a fenekét, mert attól fél, hogy a feneke otthon önálló életre kell, berakja a vitrinbe, vagy azt mondja, hogy menjek most dolgozni, kis fenekem, ne csinálj semmi rosszat, nézd meg a DVD-t, itt meg a kakaót, mire hazajövök, aztán... Szuszok ki magad, és aztán szellőztes. Mire hazajövök, aztán nem szétpakold a lakást, és elindul Gabi a feneke nélkül, ő vajon elköszön a fenekétől, vagy a feneke mindig lecsatlakozik a Gabiról úgy, hogy Gabi nem veszi észre, hogy a feneke megint otthon marad. Hogy van ez?
Hát ez egy jó kérdés. Szerintem valószínűleg az lehet, hogy rázárja mindig kulcsra az ajtót, miközben... De szól neki, hogy már jól viselkedjél kisfenekem, nem sokára jövök. A két popsi fél felrohan az emeletre, és felugrik egy izére, egy forgószékre, és oda tapasztja a kis felületét az ablakhoz, és ilyen kicsit nedvesedve, kicsit romantikusan, kicsit vágyakozva Gábor után nézve. Jaj, kis gazdám, ne menj el, visz névre, hagysz itthon. És Gábor visszafordul, és azt mondja, szia kisfenekem, már csak 8 óra és újra itthon vagyok? Így van, 8 óra és újra találkozunk. Mondja erre a popsi. És olyan van, hogy a Csilla hazamegy, és Gábor még nincs otthon, csak a feneke? És akkor Csilla leül vacsorázni, és azt mondja, hogy hát ha már Gabi nincs itthon, kisfenék, gyere, akkor vacsorázunk együtt, és odaül a fenék az asztalhoz, és megvacsorázni? Így van. És aztán, amikor hazamegy a Gábor, akkor a feneke fölugrik rá, hogy kiskasztám, de jó, hogy itt van vagy. Fölugrik, és onnantól kezdve együtt mennek? Vagy hogy van ez a Gáboréknál? Ugye, ezek érdekes kérdések. Érdekes kérdések, illetve, hogy vacsora előtt mos-e segget. Igen. Mármint a feneke. Mert Gábor és a feneke az nem olyan, mint az idő és a tikotáj, mert az idő és a tikotáj együtt jár. Ebben tökéletesen igazad van. Emlékeztek a cintulára? Persze. A szerencsekerékben az idő és a tikotáj együtt jár. Kedves Aranka, nyert egy Turmix gépet és egy tikotáj órát. Fali órát. Tikotáj fali órát, igen, egy ilyen gyönyörű aranyozott fali óra, nem tudom, ami mert... olyan volt, mint egy karóra, emlékszel? Csak nagyban. Igen. Tehát volt szíja, aranyozott, és az volt fölakasztva. Igen, mert az idő és a tikotáim együtt jár. A Gönci lettek, mert egyébként együtt zenéltem, tehát ott esküszöm, hogy zenél a Gönci? Hát énekel. Igen. Mit csinál? A Smile-ban. A Smile-ban. Igen. Ő az énekes, nagyon jó buli. Igen? Én vagyok a hülye, hogy ezt behozom. És mondjátok neki, hogy melyik zenekar. Most csak 25 éve csinálja. Hát azért ennyire értek a zenéhez én is. Hogy... De tök jó névválasztás egyébként, hiszen mindenki megmosolyogja őket. Nem akarok nagyon belekötni az irányba, de mintha partvonalra mennénk, kapitány úr. Tehát nehogy aztán itt egy ilyen Costa Concordia baleset kettő legyen. Most nem fékezünk, kapaszkodjuk! Egyébként gyerekek, ha már ennyit megyünk le föl, nyugodtan visszamehetünk volna az autómért, mert föl tudnék állni a kompra, és akkor nem kéne átúsztom ott alsó és majd Siófokra. Ez a sztori, de... Csak neki jó legyen. Neked nem kell valamit elintézni a Siófokba? Mi megállhatnánk Siófokon. Biztos volt egy Tecsó Express, beugrok meg, hogy hívják. Biztos van valami lehet. Egy doboz 12%-os tejfölért. Csak mondom, hogy teljes közel megyünk a susnyás felé. Ez természetes, vagy kapitányunk egyébként? Ez a susnya természetes. Ez nem egy mesterséges susnya. Aha, de most elhanyarodott. Igen, megébredt. Meg. Most, ahogy elkezdtünk róla beszélni. Igazam van ezeknek a srácoknak, és már oda kicsit elhúzom. Kifarolok jobbra már. Én ebből baj, ez már az a tolony, nem az a tolony, a mindenki az irányába bennünk kell. Alá szedem, baszki, alá szedem. Így van. Gyertek, már segítsetek, olyan kurva kézikönyv. Jóval, elkerültük a kurvasúsnyás, hogy akkor nem lesz. Na, jó van, meg vagyunk. Jó van, ez egy gondoltam idő, de látod... Már a vízimentők is menekülnek. De látod, ahogy szóltam, elkezdtünk fordulni? Megint kivette észre, megint kiirányított át a kompot. Neked van hajóvezetői jogosítványod, nem? Kisgépvezetőim van. Ha menjél fel a Koveddát. Hát nem teljesen ugyanez, igen, ez egy sok tornás valami, nekem egy kisgéphajom van, de abszolút. Na, kis szúrom ezt, hogyha... Igen, srácok, ismertek, én mindent megnyomok, amit lehet, úgyhogy szerintem menjünk fel. Menjünk fel majd a kapitányi fülkébe, nézzük már meg, mi történik ott. Mert egyébként nem... Picit úgy tűnik egyébként, hogy most túlfordulunk. Most nem azért mondom, kicsit emlékeztet a Bismarck esetére, aminek néhány torpedó találat tönkretette a kormányművét, és utána pedig tehetetlenül sodródott. Gyerekek, csak mondom, hogy a Costa Concordia ugyanígy minőtt. Nem tudunk elmenni part közelbe integetni az anyósomnak, ugye? Láttuk, hogy mi lett az ügyből. Tehát, hogy ez nem tudunk partvonalba menni, hogy fölvegyem az autómat. És ez történt egyébként. Hogy a... Marika! Marika, ezt a néven nem láttalak! Laci! Haza megyek, úgy elkapnak, nem is te Marika, Laci a kapitány, Balú. Balú? Balú, hát persze. Marika, megyek fürdeni, vigyázni, ha visszak, haza megyek, úgy alád vágok, nem. Csapkod magad alá, a vizet itt a nádos, ma más nincsen. Azért már nem vagyunk fiatalok. Vette. Lerakom ezt a kamiont, az haza megyek, úgy alád vágok. Azt elnézzél, megvillantom a kecske körbe. Figyeljetek, most nappal szembe megyünk. Én értem ezt a forgolódást, hogy valaki előjön ki egy irányt, én olyan hamar leszek tengeri beteg, hogy még ezen a Balatonon is tudok akarni. Siófogot kértem, az arra van.
Most de majd lejön a kapitány. Majd lejön a kapitány, hogy elfogyott a gázolaj. Ez a kettő. Nem biztos, hogy megálltunk, lehet, hogy megfeneklettünk. Az is azért van egy nagyon komoly 70 cm-es homokpadra futottunk. Hát ő csak tudja, hogy hol vannak azok, nem? Figyelj, azért szerintem egy ilyen bahartos kompot zátonyra tenni, szerintem az mulatság. Az menő. Nem? Az igen. Menő. Hú, az igazgató úr arcát látom, de őrül. Nem, kinek az igazgatója? Minek az igazgatója szerint? Egy jól prosperáló cég. Itt van egy igazgató egy balatoni hajózási. Biztos, hogy nem történt semmi probléma. Hát akkor vigyázzunk, nem mondjunk ám akármit, ha itt az igazgató. Én tudom egyébként, hogy minden egyes hajósnak, minden egyes kapitánynak van egy olyan speciális térképe, ami térképen fel vannak tüntetve azok a természetes akadályok, amik esetleg zavarhatják a hajózási forgalmat. Az ügyvédét hallanám a Costa Concordia utasainak tulajdonképpen. Igen, ez a térkép parancsnálunk. Velünk ilyen nem történhet itt. Nincsenek zátonyok a Balatonban. De vannak. De egyébként vannak. Igen? Szerintem vannak, de azokat mi mind elkerüljük, ha nem fordítva van a térkép. Jó ez a hajózás. Most mi a következő úti célunk egyébként? Hát most a lehető legrövidebb időn belül minket kidobnak. Megállunk, visszataladunk, kiraknak. De visszamenjünk az autódért? Nem tudunk már visszamenni az autómért, úgyhogy majd akkor 10 óra után valahogy. Úgyis... úsztom kell gyakorolni, ezt beszéltük nekem, majd elmondjuk, hogy miért. Akkor... Egyébként tényleg? Itt viszont, az idő. Viszont, van Fédi gatyód? Mi van, van, hoztam, mert szeretnék este fürdeni. De nem a Balcsiban. Nem, az olyan, hát mindig fürdök a gyakorlatilag. Természetes vízbe fogunk úszni, nem fog látszódni a csúnyád. Tényleg nem. Mindenhol barna vagyok. Kivéve hátúszásban. Gyerekek, hallottátok ezt az aranysakál sztorit, hogy most meg aranysakálok vannak? Hogy itt mindig valami, valaki valami állatot hajkurászik Magyarországon? Hogy egyszer a Bodzoli befogja a teklőt, aztán a mi Gyulánk ott lent a román határ környékén medvére vadászik, most pedig 100 éve kihalt aranysakálok bosszantják a lakosságot. Na hát ez a kulcs, amit mondtál, hogy ez egy kihalt aranysakál. Mit keres itt, ha kihalt? Hát igen, meg 100 éve kihaltak, ugye aztán 99 éve meg újra települtek. Csak egy év luk volt. Szóval van ez a kihalás, hogy valaki látja az utolsó példányt, és most meghalt, kihalt. Tehát, hogy honnan állapítod meg, hogy nem látsz többet, nem találkozol ennyi. Többet. Érted, ott áll az utolsó aranysakál, mondjuk annyi most. Én vagyok, az picit úgy érzem, hogy nekem akkor igen. Én vagyok az utolsó. Jaj, Istenem, ott a sima bőrű. Érted? Mert akkor egy állat, ha kihal. Igen. Tehát a mamut, amikor kihalt. Aha. Igen. Nem támad föl, és soha többet senki nem látott mamutot. Az aranysakál, ha kihal. Aha. Kihal. Nem szoktak hívni a National Geographic-tól, vagy szakértsél, mert nagyon értesz ez a tényleg. Lettenboró sehol nincs, Gerard Darrell vagyok, egy Darrell 2 vagyok. Ha kihal, aha. Eltűnik, nincs több. Most hogy van mégis? Igény volt rá. Igen, tehát hogy igen. Van mégis? Hogy honnan? Honnan van mégis, ha egyszer azt mondták, hogy 100 éve kihalt. Egyszer csak az egyik felkelt. Az utolsó erejével. Vagy nem az összes halt ki? Még... teherbe ejtett egy nőstény, vagy én nem tudom. Na, de az utolsó már nem ejthet teherbe nőstény, mert akkor nincs nőstény. Ha kihalt, akkor kihalt. Igen, tehát az utolsó vagy valamiből, akkor már nincs egy nőstény. Akkor klónozták a DNS-éből. Itt Magyarországon mi? Hát nem, akkor mondjuk Szlovákia. Na, már itt szuszog a magyar észventúra. Már én hallom, hogy itt van a fülünkben. Egyébként közben egy helikopter is megérkezett. Semmi gond, minden rendben! Csak pihenünk! Tudatos a forgolódás, nincs baj, ezt így terveztük! Higgyétek el, ez itt nem a nádas, amit láttok alattunk. Aha. Uh-huh. Nem az övéki a komp? Itt van velünk a magyar részletúra, Bot Zoli. Hello Zoli, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello, szia. Zoli! Aranysakál űzőben éppen? Beesik tényleg, tudjátok, egy kis fusi munka is, a sok kígyó pók közé. Ez a fusi munka. De tényleg most éppen aranysakálokat keresel? Igen, hát bepróbálom megfogni, mert már láttuk a sakálokat, próbálom megfogni, mielőtt kilövik őket, igen. Tehát azt nem engedném, hogy kilőjék őket. Az aranysakál elég ritka Magyarországon, viszont vannak bizonyos populációk, amik még az erdőben élnek. Na most itt az történt, hogy az erdő közepén elkezdtek építeni lakóparkot, és így kiszorították. Az aranysakálok? Mm-hmm. Igen, ja. Igen. Nem a sakálok. Azt hittem a sakálok lakóparkot építettek az erdő közepén. Milyen fejlett sakálok ezek? Aha, tehát nem a sakálok építik. És kik élnek az erdőbe? A sakálok?
vagy ez egy másik, ja igen, az hittem. Miről különböztethető meg a natur sakál az arany sakáltól? A karállok ettől. A bundája az mindenféleképpen, illetve hát a magasságot, tehát ez egy kicsit nagyobb, mint a róka, viszont kisebb, mint egy farkas, ja. És elég hosszú lábuk van, tehát a testükhöz képest hosszúkás a lábuk, és egy nyurga hosszúkás testük, az elég éves, egyes külük van, és hosszú pofájuk. És van egy bizonyos, ez a sakál üvölt, és ez a sakál hang, amit ott egyfolytában hallanak a lakók. És az milyen Zoli, azt meg tudod mutatni? Most hát én csak... nem tudom neked megmutatni. Nem, csak egy picit, hogy milyen ugatnak, vagy mekegnek, vagy vonyítanak? Hát nem, vonyítanak inkább elég hosszasan, tehát ugyanúgy, mint a farkas, csak sokkal mélyebb, magasabb hangon, és hát múltkor pontosan azért támadták a kislányt, ott aki sétáltatta a kutyáját, mert ugye nála is volt kutya, és ezek a sakálok azért védik a területüket, és hát ugye nem az ember volt a célpont, hanem a maga a kutya. De Zoli, ne csinálj, mutasd már meg, hát most egy ország állít hülyén, érted? Most kimegyek a gyerekkel, hogy nézd, kutya, hagyja a hangot, én megsimogatom, közel leharapja a gyerek kezét, hát legalább mondjam neki. Én nem tudom ezt utánozni, megvan neked. De vonyít, mint egy farkas? Hát igen, mint egy farkas, csak sokkal magasabb hangon. De hogy vonyít a farkas? Sokkal magasabb hangon vonyít. A Szilágyitól kéne megkérdezni. A Szilágyi nem, ez egy egyedülálló munka most. A Szilágyi otthon szoptatja a mennyét. Szilágyi tud élni. Nyugtas, csekkolja. Csekkolja jövendőben ilyet. Én már sok mindenre túl vagyok. Azt gondolom, voltak kemény éveim. Három óránként, gyerekek. Figyelj, nekem ez nagyon szimpi. Én az E pluszos időket meghúztam, de azért ez kimaradt. Mennyétet még nem szoptattam. Ja, mennyétet? Én meg már kezdtem bánni, hogy nem fiam van, mert akkor egy kicsit később, majd egy pár évvel később tudnám szoptatni a mennyét. Úgyhogy ebben a pillanatban is kikoltunk a helyet, elkerültek el, bent ültünk a kocsiba, ugye kihelyeztük a csapdákat, mert ezek az állatok inkább főleg este jönnek elő, kihelyeztük a csapdákat, betettünk, tehát kihelyeztük három csapdákat. Hogy etettetek be? Hát hússal, aminek van szagom, betettük a csapdába, ez egy évenfogó ketret, betettük a csapdába, mondjuk ebből a csapdából kettőt el is loptak, három óra. Jó kis magyar mentalitás. Maradt egy csapda. És ugye hát akkor már ott maradtunk kocsiba, ülünk a kocsiba este éjjel, nézzük ugye messziről a csapdát, szotyolázunk, már akinek van foga, hát ugye hárman voltunk, abból körülbelül 11 fog volt, abból egy víz. Szotyolázunk ott a helyi állatmentőkkel, és nézzük a csapdát, és kezdjétek, megjelentek a sakálok, tehát jöttek is, készítettem a telefonos fényképeket róla, és jöttek a sakálok, de annyira intelligensek, tényleg a csapdában nem mentek be, a csapdát körülugrálták, a csapdán ugráltak, de szerintem ott röhögtek, egy kicsit vonyítottak, hát mutatták, hogy röhögnek rajtunk, hogy ügyes vagy bot, és igazából tovább is mentek. Tehát a csapdában nem mentek be a húsért, de hát ezt már tudjuk is, hogy miért van, mert ott a lakók, ugye dobálják a kuka köré a szemetet, a hullatokat, és abban van ugye kaja is, és az a teljesen jól laknak. És az erdő mellett van egy illegális szemétlerakat, ott is van egy csomó kaja, ugye? Ott is. Tehát az önkormányzat dolga lenne, hogy azt ugye elszállítsa, és amíg az nem mindenkit bevószeroltál. Széles körül egyébként a rálátás a témában. Figyelj, Zoli olyan volt már, hogy esetleg mit tudom, hogy kimentetek ki csapdát állítani, és nem volt nálatok sem szotyola, sem pedig a fogatlanok miatt mondjuk rizspét, és akkor azt mondtad a Szilágyinak, hogy figyelj, Szilágy, hallod, menj már be a ketrecbe. Nem mondtam a Szilágyinak, amikor nem voltam szotyola, akkor a Szilágyi haját támogattam. Háromig, mi? Igen, jó kurkászás. Pussunk utána, kajlobogjon a hajunk, azt mondja Szilágyi anyád. Szóval te ott vagy aranysakály leszel, a Szilágyi meg mennyétet szoptat. Hát azért nagy életművészek vagyok. Ezt megfordítottam a Szilágyit. Na jó, átadjuk neki mindenképpen, hallgat minket szerintem. Figyelj, a mennyét nem fogaz. De most kérdezem, hogy ez egy kis ragadozó állat, nem? Hát igen, ez egy kis ragadozó állat, de most tényleg hozzákerült, tehát hozzá azért hoznak azért újszülött kis állatokat, és tehát ő azért felneveli őket, ugye úgy, mint ahogy a boltot is felneveli. Tehát ők nevelnek a fehérkereszt állatvédő igazda, fogadja azért a bajba jutott újszülött kis sárva állatokat, és ők azért elég sokat tesznek ez ügybe. Tehát azért azt hozzá kell tenni, most a Szilágyi borzot is szoptat? Nem, csak kérdezem, mert tudom, hogy egy Veresegyházen azért medvék is van, de nem volt, hogy a Szilágyi szoptatta a borzot, és megjelent az anyja, hogy brum, mi történik itt? A Szilágyi kell jövök én is. Szilágyi beéleszkedik a medvék közé, tehát azért nem. Nem, az a durva, hogy szerintem, amikor megjelent a medve apa, akkor a Szilágyit szoptatták.
Brum brum, mit csináltak itt? Gyere ide, Szilárd! Lehet, ezért változott meg a hangja. Na akkor térfélcsere, kis köcsög. Gyere a papához, ja, vannál a málaszőr. De én szeretem a Szilágyit. Ne, olyan aranyos. Én komolyan szerintem nagyon jó szakember. Tehát az Istához fordulok mindenféle ilyen dolgot. De most mondta az Örikám, nem tudok jönni, mert szoptató a mennyit. Úgyhogy azért mondom, mondom, hittem is, meg nem így, de aranyos. Tehát most vittem, neki is van dolga, hogy neki is a rengeteg. Tehát ez a farkasokkal csinál előadásokat is, Veresegyházai óvodásoknak, iskolásoknak. Azért hallottam, azért volt, tehát te is kint, Jani. Voltam, és nagyon éreztem magam. Csak de Balázs is voltak egyébként. Igen, igen. Te is szoptattad a mennyétet? Ott kerestem. Mondtam Mónikának, hogy 10 perc is itt vagyok, de nem talált. Anya azt mondta Szilágyi, hogy itt lehet szoptatni mennyit. Na jó van. Oké, Zolikám. Azt a szokát megfogjuk, az biztos is el lesz helyezve, tehát már intézkedünk az elhelyezésre, és az biztos, hogy nem hagyjuk kilőni, tehát mi állatvédők nem fogjuk hagyni kilőni ezeket az állatokat, azért, mert ugye ezeknek azért sokkal hamarabb voltak itt a területen, az erdőben, hogy mi emberek, mi kezdtünk el építkezni az ő területükre, tehát itt azért elövöldőznek, mert hát ugye lakott területen, mivel én is elkezdek összegyűjtve lövöldözni, mikor azt, hogy nincs itt onna, úgyhogy... Jó, a lényeg akkor most Zoli az, hogy nem bajszos vagy, hanem most sakálos. Utána elmegy technikőzni egy kicsit, hogy levezetésként. Zoli, imádunk, szeretünk, hívunk, ha van valami jó, vigyázz magadra. Csáó, Zoli, köszönjük szépen, hello. Mekkora forma? Ez az ember. Mekkora forma? Igen, nem? Na jó van, mi itt elmegyünk hírezni, jó? Nekem pedig föl kell menni, Feri, mert itt van egy helikopter, azt fel akarják venni, hogy te zenész a Hooligans-el. Hát nem normális. Hát bizony, így van. Helikoptervű. Akkor főmegyek. Aztán nem baj csinál, mint múltkor az Empire State Buildingen, amikor elkaptad azokat a repülőket, a fejmászos taprőket. Lesz most is. Ugye most nem vagy szerelmes egy szőke apró nőbe, amilyen mérges lesz a helikopter. Nem a te űrméreted, ne próbálkozz. Jó? Szétszakad. Úgyhogy drága a kompozók, akik itt vagytok a helyszínen, egy újabb kis apró Hooligans betét jön, jó? Amíg a mi hallgatói meghallgatják a barom izgalmas híreket, ugye? Aztán egy dalt, addig itt a kompon pedig Hooligans koncert Feri jelenlétével, akit pedig ugye közben égbe markolászva megpróbálja levadászni a helikoptert az égből, nagyon kiavál és gitározik egy számot a Hooligans-szel. A Balázs pedig a taton lemerül és megpróbálja leszedni azt a gumicsónakot a komrak a hajó csavarjára, ami miatt forgunk már negyed órája. Én kiviszem a kompot a nádasból, bízzátok ide, ez enyém a kormány. Fél tíz múlt, fél tíz még nem. Hol lesz az még? Fél nyolc múlt, pontosan 5 perccel jövünk a hírek után. 3:48 volt, pontosan 2 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Várunk friss közlekedési híreket, annak ellenére, hogy a Balaton közepén hajózunk, rengeteg Hooligans rajongóval éppen megint egy mini koncerten túl, mert hogy a Hooligans újra nyomott két dalt, Feri közben gitározott, helikopter körözött, komp egyenesbe állt, és megyünk. Ez az irány nagyon jó, mert nem süt a szemünkben a nap, tehát ezt tudjuk kapitányot tartani. Ez a legjobb irány. Árnyékban vagyunk. Ez látjuk egymást. Tökéletes, így jók vagyunk. Gyerekek. Akármerre megyünk, így jó. Bármi a cél, ez most nagyon jó. Elmondom nektek, hogy igen? Én kijöttem a konténerből, nézem a kapitányi állást, egy darab ember nincs fönt, érted? Szerintem már régen kiúszott, sodródunk a francba, mindenki, nézd meg, hát tök üres, senki. Hol van kapitány? Igen, mondjuk jött egy SMS, hogy látjátok azt az integető embert a parton, az vagyok én, aláírás a kapitány. Egy. Tehát, hogy ez simán megtörtént. Sehol senki. Hát figyelj, rutinból nyomja ezt ő már, hát széles ez a folyó. Nem, hát lehet itt forgolódni. Széles ez a folyó, de hát lehet itt menni sokat. Gyerekek, jó, ez jó itt, nem? Jó, a semmi közepén igen. Tulajdonképpen. Néha látjuk a Tihany, néha látjuk a déli partot, néha az északi partot, ami még szebb, mint a déli part. A szellőzés is kiváló, izzadok, mint egy disznó, büdös vagyok, mint egy borz, de se baj. De ez minden nap. Tiszti vagytok a munkatársai. Igen, azért jössem ki a stúdióból, büdös vagy, mint a borz. Kettő, hogy minden nap ugyanezt elmondhatjuk rólad, úgyhogy semmi újat nem mondtam. Végre kibontam. Semmi újat nem mondtál. Na, Óven bácsival és Berulinivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint útolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Hello, jó reggel. Szia. Hello. Kata. Hol szálltál föl? Hülye kérdés, de hülye vagyok. Most csúsztam, mert most szedtek ki itt a vízből. Hogy megszállattál, milyen gyorsan? Hello. Mióta vagy az állomáson, mikor jöttél? 5 óra óta. Nem biztos semmit a véletlenre. Féltél, hogy nem férsz föl esetleg, és ezért jöttél
oda korán, ugye? Így van, mert tegnap lejöttünk. Tényleg? És itt aludtunk, és akkor kijöttünk. A hajó mellett, a stégen. Igen. Azért hideg lett volna, de nem hagyjuk szával arrébb. Hát, hideg, hideg, ugye már mindent tudunk erről. Igen, igen. Ha valaki tudja, milyen hideg, az a János. Figyelj, persze, mert mondtuk ugye, hogy gyertek sokan, mert hogyha esetleg túl sokan jönnének, akkor ugye érkezési sorrendben tud majd mindenki felszállni. Na, milyen a koncert? Hogy érzed magad? Jó, nagyon jó. Jó, nem? Már 4 vagy 5 számot elnyomtak a srácok. Négyet. Igen. Kicsit egybe folyt neked. Hát jó, hát most jó, négy. Jó, Ferivel együtt. Na, Feri, gyerekek, de Csipa kiválóan énekel így kora reggel. Tehát, hogy azt hittem, hogy kell egy-két dal, ami megtalálja a hangját, de úgy énekel, mint este 10 órakor egy nagy koncert lenne. Most ezt komolyan mondom, zseniális. Csipa mindig kiválóan énekel. Hát látom, hogy nagy olvadozás van ám itt sok csajjal. Melyik őjük volt már meg? Na, de őszintén tényleg. A csajok közül aztán jönnek a srácok. Így van, négyen vagyunk itt a stúdióban, hát most ezt megmondhatod. Na, tényleg, kivel volt? Volt valamelyik srác, már valami kis affér? Nem. És melyiket szeretnéd? Egyiket sem. Na, vagy milyen sorrendben? Nem gondolod, hogy így rádióba be fogom mondani. Dehogy nem, legyünk őszinték egymással. Abszolút. Ja, Csipát én is bevállalnám. Tehát ez teljesen. Na, hát ha Balázs bevállalná, akkor neked is én... jó, nem? Nekem inkább jó, az Endi. Jó, hát Balázs, akkor én is. Inkább te az Endivel játszatoznál inkább. Na, ki a legjobb, tessék? Melyik a legjobb huligánces fiú? Mindegyik jó? Én mindegyiket szeretem, régóta ismerem őket. Igen? Uh-huh. Ez már egy régi kapcsolat? Elég régi. Kommentek velük minden koncertre, vagy ahol tudtok, ott vagytok? Igen? Általában, ahova tudunk, elmegyünk, bár mostanában annyira nem nagyon sikerül, hogy nincs autó, de azért, ahova tudunk, megyünk. Én láttam az Endit is, bocsánat, csak itt megállt, köszönt a csajoknak, mindenkivel puszi, hello. És mi nagyon... lehetettél meg, hogy tud beszélni? Nem, hogy láttam, hülye állat, nem azon, hanem hogy én nagyon, tehát, hogy nem úgy ment, hogy odaintett és beszállt, hanem hogy ismert benneteket jó már fejtő, személyesen. Iszonyat jó fejtők, közvetlenek egyébként. Persze. Ti is kaptok az aranylemezekből? Nem. Nem adnak az aranylemezből. Sóherek! Hát miért nem adnak az aranylemezből? Nekem lenne aranylemezem, adnék mindenkinek. Ez kettőt szórra. Igen. Na figyelj! Nem kapná, hogy osztogasd. Kivel jöttél egyébként? Barátnőmmel. Barátnőddel? Uh-huh. Ő is nagy huligánc rajongó? Igen. Jól van. Oké, na hát akkor menni fog az Óven bácsi. Mutatjuk, mit csinálnak. Jó, figyelj, először ezt fogod hallani. Trabival Harley Fesztiválra. Hát gyerekem. Hát átrapták a motort. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! Madonna. És tudja! De jó! Hát erre már ő se szívesen gondol vissza. Dehogy nem, tudod, amikor ez csenget még, ide jó. Meg szép pénzt tudod. Kata, nagyon ügyes vagy. Köszönöm. Madonnát is kedveled, vagy egyszer csak beugrott, vagy zenekedvelő vagy? Hogy ment ez ilyen könnyen? Zenekedvelő vagyok, és Madonnát is szeretem. Madonna kedvelő. Jól van. Kata, figyelj, van egy ajándékcsomagod, jó? Mindegyik egy forma felé. Bögrés ajándékcsomagom. Nagyon értékes bögrés. Tökéletes, köszönöm. Csak neked. Szerettél volna egyet? Nagyon jó. Igen? Jól van, bögre van benne, egér alá, egy nyakba akaszt egy csomó minden. Mm. Jó? Nagyon jó, köszönöm. Ügyi voltál, szépen. Nagyon gratulálunk, tényleg ügyes. Nem vagy szomjas, flamos, van itt minden. Tele vagyunk, meleg szendvics, üdítő, mindent adunk itt szívesen. Egy számítógép. Nem, köszönöm, ez bőven elég lesz nekem. Jól van, Kata, ügyes voltál, gratulálunk. Köszönöm szépen. Ciao, hello. Szia. Várja, nézd, a fülest viszont vinné. Látod? Hát, csak van valami. Gyerekek, írt a Gönci SMS. Na. Mindjárt megnézem, várjál. Hát, ilyenkor nem fönn van. Gönci azt mondja, Trezorban van a seggem. Igen. Akkor ez lehet az oka egyébként. A trezorban van a segged, de elfelejtette a kódot. De várjál, van smiley-el, van utána? Van. Aha. A Göncinél smiley-el, hát persze. Hát ezért kérdeztem. Ne viccel, ő néha úgy küld nekem, hogy SMS-t, nincs benne semmi, csak a smiley-el. Mondom, adjál már Gabi, megint koncertet lesz. Nézd már Gabi, megint. Mi van Gabi, megint koncertet lesz? Azért ő 3-ig nyomta a bulit, vagy 2:30-ig. A Gönci? Aha. Igen. Hát? Mi, amikor a Gönci ilyen nagyon eldobja magát, és nagyon bulizik, és nagyon oda teszi magát. Még egy gubis vizet! Azért kérdezem, hogy hát milyen? Hát, milyen, amikor a Gönci bedobja a törőközőt? Pálinkát ívott, csak mondom, lehet, hogy ezzel üzemi titkot árulok el, de gyerekek, ott volt minden. Én időben leléptem, ki tudja, hogy utána ja, ti tegnap este egy helyen voltatok? Tegnap este együtt dolgoztunk, ők zenéltek, én műsorvezettem, aztán beszálltam a zenekarba, mert megkértek rá, hogy dobjam föl a smile-t, ez meg is történt, aztán ott hagytam őket, és ment a tombolás, és az ujjai köré csavarta a közönséget.
tudom, hogy még telefogni. Még nélkül is. Igen? A, és tegnap este vele volt a legjobb barátja a feneke? Nem. Nem, hát a Tresorban volt. Hát nem viszi el, hát érted, tökre kivetközik magából egy ilyen koncert, amit piszik valami durvát, mit tudom, egy őszi levet, érted, aztán nem lehet vele bírni, mi lenne, hogyha ott elveszítene a seggét. És egy rajongó megfogja és letépi egyszerűen, és elviszi. Akkor mi van? Akkor mi van? Érted? Kinek a segge van, kinek a farmere, mert például Deus Agyonnak a minden a farmere, neki az van például a Tresorban. És figyelj, milyen volt a Smile koncert, jó volt? Hát amire emlékszem. Volt tombolás után? Hogyne. Utána nem tudom, addig játszottak, amikor eljöttem. Pogó, bunyó, semmi? De. Gabi, milyen, amikor mondjuk annyira beindul, hogy összeverekszik valakivel, például a vécés nénivel, a visszajáróért? Én láttam, akkor nagyon durva. Akkor könyörtelen. Na jó, van 5 perc, pontosan 8 óra. Jönnek a hírek után. Miért lassultál be az időmúlása, ugye? Hát, kicsit megérintette ez a balatoni nap felkelte. Igen, és átszámoltam, hogy még hányat láthatok ebből. Uh-huh. Meg, hogy még továbbra is a másik parton van a kocsi. És ugye, hosszú lesz a visszaút. Rohadtul bánom, hogy nem álltam fel erre a kompra. Nagyon sok hely van. 5 perc, pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. 8 óra múlt pontosan 11 perccel. Hello mindenkinek, drága kompozó! A Hooligan zenekarnak, a kompon helyet foglaló Hooligans rajongóknak, a rockzene kedvelőknek, az utasoknak, a kapitánynak, és nektek. Hello Feri, hello Jani! Sziasztok! Jó reggelt! Your heart, your my soul. Nyelvereskedünk, amit az előbb kaptak. Gyerekek, egy vitorlás raj követ bennünket a vizen. Igen. Albatrosszok a levegőben, keselyük a fejünk azok fölött, tehát is, aha, igen, párducok. Cápauszonyok a vízben. Cápauszonyok, delfinek a víz körül. És nagyon integetnek a vitorlásokról, csak nem nyitott ennyire, hanem ők illel. Kinek miért tűnt el? Igen. A kempingben miért követtek minket? Négy-öt flottából álló ilyen kis vitorlás. Négy flottából álló vitorlás raj követ az bennünket. Az egy hajó csak katamarán képül. Jó, de igazából csak azok tudják, hogy hazudok, akik itt vannak a hajón. A másik másfél millió, nem tudják, hogy hazudok. Ja, az igaz, 8-an vannak. És van közben egy hidroplát, és egy drönók, és egy csatahajó. Figyelj, inkább hazudok másfélnek, mint 80-nak, érted? A 80 tudja, hogy hazugság. Ne, tényleg jönnek körülöttünk, tehát az egésznek nagyon jó hangulata van. Tihanyiránt megyünk a félsziget felé jelen pillanatban. Így van, aztán irány Sárvár. Sárvár, gyógyfürdő. Vagy, hogy mondani szokták, a sárvári gyógy és wellness fürdő. De ez az irány, gyerekek, ez nagyon jó. Tehát hűvösben vagyunk, így van. Nem éri nap a kamiont itt a kompon, jó az irány, úgyhogy ezt kéne valahogy tartani, nem? Így van. Hát egy darabig tudjuk, de utána Keszthely jön, csak mondom, ha végig így megyünk. Na igen, igen, akkor fölmegyünk Keszthelyre, az nem annyira jó. Na, viszont Hooligans dal premier volt itt a Morning Show-ban, ugye az első rádiós premier itt a Class FM-en, itt a Morning Show-ban, a Hooligans legújabb, mondhatnám, még meleg dalának, friss dalának. Pontosan, ugye, így van. Az idegennek. Az előkelő idegen. Ja, ez nem igen. Az Ákos, ja nem a Hello idegen. Ja nem az meg, ugye, ők azt. Mi akkor az idegen? Lesznek-e jogi viták, Kassa Tibi? Tényleg, most mi van, gyerekek, egy idegen hullám van? Vagy mi történik? A Hello idegen után, ugye, amit a Kassa Tibi elkövetett az emberiség ellen, most ugye... Jó az. Jó dal, nincs ezzel baj. Most a Hooligans is ugye idegen. Egyébként nagyon jó a dal. Ez hallgattam, direkt felvettem. Rotációba mind a kettővel! De tényleg, kiváló. Halló, Jenő! A teszt dönt, teszem hozzá, teljesen komolyan. De hogy ez egy jó dal. De hogy mindenki most az idegenben utazik? Vagy mi hát, van? Ez a menő most az idegen? Igen? Szerintem is. Hát figyelj, Pataki Attila elkezdett. Hát miért a Pataki, meg te is állandóan ezzel jössz. Aggatok ezzel. Te is állandóan a 3 repülőtárgyal. Vége. Na, akkor erre fűzött rá itt mindenki. Na, sokan hiányoljátok, hogy miért nincs Hooligans élőben, miért nem adjuk ki? Gyerekek! Mindenre gondoltunk. Csak egy picit türelmetlenek a Hooligans rajongók, azok, akik most nem lehetnek itt, de 8:30 előtt néhány perccel Hooligans dal itt a kompon, és Hooligans dal az éterben. Hoppa, hoppa, hoppacska. Egyszerre étes, kom meg éter. Egyszerre két helyen. Gondoltad volna ezt valaha is, mi? Micsoda te élőben, soha. Kompon, majdnem vizen, élőben, a rádióban, úgyhogy 8:30 előtt néhány perccel a srácok újra fölmennek, mert hogy ugye mondjuk el, hogy kell ezt elképzelni, mert szerintem sokkal hallgatunk csak hallja, hogy mi történik itt a hajó, de nem tudja, ugye a kamion... Hát várjál, van az a nagy tó Magyarországon. Van az a nagyon nagy tó. Balaton. Azon van ugye maga a komp. A kompon be, át vagy a kompra ráállt a kamionunk, a kamionon van a konténer stúdió, és a konténer stúdió tetejére rendezkedett be ugye a Hooligans zenekar. Hány éves a kapitány?
és abszolút exkluzív módon a komp tetejéről, a konténer stúdió tetejéről zenélnek, úgyhogy jönnek SMS-ek, hogy mindkét oldalon egyébként, a déli és az északi oldalon is hallják. Jó a reggelt! Tehát van, aki konkrétan írja SMS-ben, hogy erre kell. És ilyet még ők sem csináltak, pedig egy olyan hosszú pályafutásra visszatekintő rockzenekar, mint ők, gyakorlatilag már játszott mindenen. Gondolok itt például Sörös Ládát. Ugye minden magyar rockzenész, hogy azért vannak ilyen csodák. Abba például belegondoltál, hogy ez az egész vas, az mégse süllyed el? Nem, Balázs csak abba gondolt bele, hogy 3 óra múlva fogja megtalálni az autóját a túlsó part. Egyetlen egy dologban merek belegondolni, hogy miért nem álltam föl a kompra, és alsó őrsőr tudtam volna menni Sárvárra. De nem, komolyan mondom, tehát, hogy nem mertem belegondolni, ahogy abban, hogy egyébként Feri, te tudtad, írja egy hallgató, hogy angolul kompot jelent a nevet, hogy Feri. Azt a kutyafáját, de jó, hogy eljöttünk. Feri. És egyébként. És akkor Brian Feri, bár Brian Komp. Ja, igen. Igen, konkrétan. De durva. Képzeljétek el. Na. Kimentem a mosdóba, de ez még nem akkor a sztori. De itt vagy otthon. Nem, itt meglátogattam a mosdót, és azt láttam, hogy itt mozog egy ilyen eléggé kigyúrt, jó alakú pali. Igen. És mindenki ez oda megy, és azt mondja, hogy... Az Olti Gabi. Ő itt, de nem ő. Oda ment itt folyamatosan emberekhez, és mindenki mondta, hogy hagyjál már, nem, most ezt nem akarom. Mindenki ez ment oda, és mondta, hogy tesó. Tesó, 2000 ért jósolok a tenyeredből. Hallod? Hát a jóska. Néztem, mondom, ismerősek tűnt a sziluettje, nagy darab is. Bocskó még nem volt ekkora. Bocskó még nem volt akkora, mondom, dolgozik a Neroból. De, dolgozik nem. A Stromba és a Napozim. De hogy itt folyamatosan itt megy körbe, és mindenkinek jósolni akar a tenyeréből. Érted, hogy ő mit csinál itt? Vagy hogy miért csinálja? Értem, hogy mit csinál, hogy ki engedte föl. Hogy gyorsulni akar, és rájöttem, hogy ismerjük ezt az embert. De hogy kicsempésztem ide a Sci-Tech Nutrici. Hogy itt van a frábátó is a hajó. Nem mondod. Nem már. Akkor biztonságban vagyunk. Hát vagy nem pont, száll föl hát, vagy pont érez valamit. Igen. Vagy pont érez valamit. Valaki egy ilyen Costa Concordia 2-t. Gondolom reggel megébredt, és akkor azért valahol itt a közelbe kell lenni egy vízérnek. Nézd meg, hogy megtalálta. Nézd meg, frábátó, itt van előtted a Balaton. Volt egy jósol a tenyeremben, mondta, hogy nekem 1500. Zsebben mondom, hülye vagy, szólok a napnak, hát csinálj. Nem, ő fizet neked, hogy jósolhassa. Mert ez egy blik címla. De Frabato is motorozik egyébként? Ezt nem is tudtam. Igen? Bizony, itt jósol. Bizony. Hát vagy valaki elhozta oldva a kocsiba. Nem tudom, mikor láttad utoljára Frabato. Egy horoszkópért. Egy horoszkópért, meg 2 Hartmann sugár kimérésért. Hát meg egy szerelmi kötés. Hallod, jósoljak neked? Na, persze, gyújj, toljad fel, mert hallod, ha nem viszel alsó, és eltöröm az egyik kezed. Jaj, okay. És most még gyorsan adja ezért 3000-et. Komolyan, hát tudjuk már meg, hogy milyen napunk lesz, vagy hogy mit mondanak az égiek, vagy hát, hogy... Ha sokáig folytatjuk, így nagyon megvernek. Tudjuk már, hogy merre néz a sirály ma reggel, vagy hogy mit énekel az albatrosz, vagy hogy mit mond a kapitány. Igen. Hol van? Hol a Frabato? Vagy hogy mit mond a róka? Feri, látod valahol? Te vagy a mi szágúdó riporterünk. Arról sincs. Nem látta valaki a Frabatót? Adjátok vissza egy a Frabatót. Egy ilyen marhalagy szekrény. Így hol van? Várjál, valahol megyek. Fekvő támaszozik. Na most várjál, én úgy emlékszem, mintha őt láttam. De valami. Ne izmozzál már itt, várjál, egy szőkenőt ölelget a hajó orrában, így kifeszített kezekkel, hagyjad már. Titanikost játszik, ő is. Várjál, megzavartunk valami bizniszt? 2000-ért pont ennyi jósoltál, Frabato? Munkában van. Azt mondja, munkában van. Gyere már egy kicsit. Van egy nagyon fontos dolog. Egy szőke csaj mellől rángattad el éppen? Bizony, igen? Átölelte, hátulról kitártott kezekkel, vagy gyere, kitartott kezekkel. Magad. Gyerekek, Frabato is a kompon, hát ezt mindenféle. És tényleg. És itt van, Azt a mindenit. Szia. Nem voltál te mindig ekkora darab. Azt a mindenit. Hát csúnya szülés lehetett. Egy mikrofon vagy adjunk, vagy tegyünk elé. Figyelj, hát... No, várjál, hangod is lesz mindjárt. Beszéljél. Hallod, hogy egy autogramot. Itt nincsen, akkor tartsuk elé a mikrofon. Hello, Frabato, jó reggelt, szervusz. Kiszúrtalak itt téged a tömegben, mondom, szerintem ez csak ő. Nem mertél integetni. Nem, hát mondom, nehogy ezt is leszámlázz, aztán.
Most is melóból jöttem. A szőke csajnak éppen csinálod a horoszkópját? Igen, az a barátnőm. Igen? Ja, hát többször megcsináltam a horoszkópját. Hát figyelj, oda legalább egy szerelmi kötés dobjál rá, akkor egy szólom neked, ha ugyanazt a babydolt veszed fel, mint kedden, akkor hatalom. Most már arrébb járunk. Mit csinálsz itt velünk, drága Frabato barátunk? Jöttél te is egy kicsit? Én a Sörsön helyi tag vagyok, hárlizunk, megyünk jobbra-balra, és akkor mindig megálljuk a motorokat az idény, a szezon idénél. De Isten bizony, Ákon. Ha ezen a piroson átmegyünk, a büntetés lesz belőle. Tehát van egy ilyen motoráldás? Van, van, kell is. Vannak ilyen kegyhelyek, például Alsőrs és volt egy baleset, igen, és akkor mindig kimegyünk. Az egy szép dolog, Úgy nyitjuk a szezont, hogy akkor nem lesz nekünk bajunk, hogyha másokkal foglalkozunk. De ilyenkor sirálytollal átkenegetitek a blokkot? Vagy nem, varruhájjal kenjük meg. Igen, de egyre kevésbé örülnek ennek. Csúk tojás minden motoron el kell nyomni. Te nagy motoros vagy tényleg? Tehát jár? Igen. A Johnny is motoron van, ráülhetsz. A Johnny. De csak úgy, hogy hallod, de csak egy percre, kis köcsög. Hallod, te kis puncsgolyó, ugye? Hátsó ülés. Az ilyen kis szőkékkel szoktuk szórakozni hátul a backstage. Öleld át a derekam, hátéred. Hát figyelj, mindenkinek szép motorja van. Hát itt ide jönni egy, mit tudom én, egy KTM-mel, hát az konkrét árulás. Itt olyan gyönyörű motorok vannak, itt mindegyik motor egy csoda önmagában. Igen, és a hátsó ülésnek ára van, azt tudjátok? Hogy? Igen? Nem tudjátok? Két horoszkóp, vagy mi? Nem, oda általában csajokat szoktak ültetni. Én tavaly egyébként le akartam jönni így a Alsőrsre. Tényleg júniusban. Egy gyávaba bettával, csak decemberben értem le. Beraktak az oldalkocsiba. Van ilyen egyébként, hogy van problémátok más? Bármilyen motor? Bármilyen motor jött Alsőrsre. Tényleg nincs ilyen, hogy kicsit ott úgy összezártok? Kinézzük, de... Ah, de jöhet, de kinézzük. Balázs eljöhetne, ha indulna az autó. Autóval is lehet jönni, de a Balázs az úgy... Gyerekek, én ebben az évben nyáron majdnem vettem egy háromkerekűt, az nagyon kellemetlen. Ezt én is elmondhatom magáról, de aztán nem. Elől kettő, hátul egy... Tessék? Az nem motor. Az tricikli. Nem, mert a sorok között nem tudsz elni, és ugyanúgy megázol vele. Tehát egyáltalán teljesen hülyeség? Nem, általában olyanok veszik motort, akik egy kicsit nincs meg az egyik lábuk, volt már egy komoly motorjuk. Jó, most és nem tudnak rendesen váltani, de hát kezdheted ebben is. Nem, azt tetszett meg benne, hogy megnyomok rajta egy gombot, és nem dől el a motor. Hát mondom, ha ezen ilyen van, ez kell. Gyerekek, ha ez ilyet tud, akkor az kell. Egy ilyennel begördülni a hátére. A kábriót. Autó és ugyanaz. Egyébként. Én nem is vettem meg, mert valahogy nem gondoltam, hogy Suzuki öreg paperot elviszi a ballábamat, hát azért az még nekem kell, úgyhogy nem akartam motorozni. Hát figyelj, az egyiket kivetted volna, kicsit instabilabb a motor, de attól izgalmasabb az egész, nem? Vagy vegyél egy ilyet használtan. Egyébként hogy hívják ezt háromkor? Hogy kell? Trike. Azok a szépek, amik használ, trike, eladó, Bill kapitány jeligére. De van lehet, hát ha lejöttök alsó, és akkor rájöhetek egy trike-ra, biztos van lehet 3-4. Hát tavaly azzal jöttünk az utolsó pár kilométer, csak te akkor hátul az ültetek. Azóta trike, az a motor, Balázs az a motor. De várjál, nem olyan háromkerekű, elől kettő, és hátul, elől egy, és hátul kettő. Én olyat akartam, hogy elől kettő, hátul egy. Az nagyon csajos, Balázs ezt nem. Most ezért gondoltam erre, ez nekem tökéletes választás. De mindenképpen kajálj előtte, mert akkor az égség trike, és hogyha ráülsz, akkor meg az ülő trike. Mentek ma este Best of koncertre, Frabato? Persze. Igen? Ott vagyunk végig, mától egész vasárnapig. Jó. Van kedvenc számotok a Best of? Hát persze, hogy van. Az összes. Az összes. Igen, a pocsolyában léptem sáros, úgyhogy akkor ez zseniális. Senki nem játszol. Az zseniális. Mi van a hasitasitba? Most szépen a telefonom, mert tegnap vízbe ejtettem, és tönkre ment. Tehát kell vennem egy új telefont. Ha valaki tud segíteni, hogy Füreden hol van telefon volt, akkor szívesen fogadom az infót. Na? Ezt még én magamtól is megéreztem, hallod? A sétányon egyébként a cukráza mellett van. Abszolút. Bemész balra a cukráza, és a cukráza mellett egy telefon volt. Isten, mekkora kamus. De, nem mondd már! Ne ismeri. Simán benyaltam volna. Simán, ott keresgéltem volna. Miért lövöd le? Akkor a poén killer vagy, hogy ott a cukrázda, bemész balra. Tihanyi Férsziget, remete lakások, na ott keresd. Ott kell jobbra menni. Jól van. Most egy pici csalódást okozt, én azt hittem, hogy van benne egy-két, itt tudom én, madárkoponya, amely zsugorított ember. Bizony telefon, mert... De nyugtass meg, hogy legalább az E-heti TVR7-ből kivágtál egy horoszkópot. Volt, amikor én írtam. Jó pénzért. Na jól van. Frabato, imádunk, szeretünk, örülök, hogy itt vagy. Vigyázz magadra. Jó motorozás, meg jó mulatás nektek a Hardy Fesztiválon. Aztán csak óvatosan a Megamasz 3000-rel, mert nem lesz a legjobb. Kicsit állj le a fehérje porral, Frabato.
Köszönjük, jó, drága vagy, hogy itt voltál. Köszönjük szépen, Frábátornak köszönjük. Na, mi pedig nem sokára elmegyünk egy kicsit zenélni, mert hogy ugye megígértük, hogy lesz egy huligánzal élőben, még nem, még pár perc. Meg Feri megígért egy mutat egy-két akkordot, tehát mindenki. Feri, így tartod az ujjat. Igen, Feri is egy kicsit iskolázik, úgyhogy nem sokára huligánz dal, de még ne indítsátok el, mert van egy-két fontos közlekedés írünk. Közben kérdezik, hogy hol lehet bennünket látni. Hát aki a Tihanyi félszigeten van, kijön, lát minket. Aki a Siófok magasság, Szántód magasságában, Zamárdi magasságában van a déli oldalon szintén, illetve akinek itt végig... Agárdon gúbod a szeme, az nagyon félre meg. Azok nem mi vagyunk. Más illetve végig rúgva. Ugye a Balaton északi részén, bárhova kimentek a Balaton szélére, egy nyitott sandra, szabad sandra, teljesen mindegy, ott vagyunk a víz közepén. Na most az Apátságtól például pont jó lehet bennünket látni. Így van, illetve van egy másik komp, ami szerintem ugye már Szántó Tihany között menetrendszerűen közlekedik. Itt kamion van, Klassz FM-es zászlók tudtok jönni integetni. Nyilván mindenkinek nem tudunk visszaintegetni, de kapjuk az SMS-eket, hogy láttok bennünket folyamatosan. Nagyon örülünk neki, nem sokára egyébként jön a huligán szám, úgyhogy magnósok készítsék. Visszaszámolok, három. Igen. Előtte még gyorsan egy-két közlekedés. M3 142-es kilométer Budapest felé, trafi a kúton, ezt a Jos küldte nekünk. Rendőrök mérnek Kisbér belterületén a KPM mellett a 81-es főúton Csasszi üzeni, és az M5-ösön az Ócsai lejárónál Kecskemét felé a korlát mögötte szaladgál egy őzike. Megálltam, de nem tudom elkapni. Valaki tegye vissza a helyére, nehogy szegényt elüssék, ezt Peti küldte nekünk. Itt állok Siófok mellett, próbálok benneteket nézni, most derült ki, az ellenkező irányba nézek, de nem baj. Megvagytok. Írja nekünk Kriszti és Gabi. Az alsősi strandra most próbálunk beszökni, még nincs meg, de biztos, hogy fogunk integetni. Ha tudtok, integessetek vissza. Írta nekünk Krisztián. Ha tudunk, akkor mindenféleképpen visszaintegetünk. Az irányzékunk a Tihanyi félsziget, ugye? Aha, tulajdonképpen erre megyünk most. Itt vagyunk. Hát oldalról sodródunk rá, a szigetre rásodródunk, Jani. Ja, jó van, jó van. Elmegyünk mellette, de rásodródunk. Te az igaz, hogy Angelina Jolie-nak itt van háza? Meg van már. A Brad Pitt. Az nem, az az apátság felé. Ja, azt hittem megvettél. Menő, menő, de nem. Igen, nagyon szép, menjen, látogasson egyszer, szombaton nagyon klassz biopiac van, a Tihanyi biopiac. Na jól van, oké, huligánz dal akkor jó, élőben, a fiúkra bízzuk, hogy melyiket indítják el. Mi belehallgatunk egy kicsit, jó, és onnan már mi nem is jövünk vissza. Hanem elmegyünk hírezni. Huligánz rajongók, zenekedvelők, rock'n'roll rajongók, figyelem, készítség. Magnósok, és figyeljetek, az lesz a zsűl, az lesz a dal vége, hogy köszi szépen, szevasztok. Igen, így van. Víz lett a legerc. Ez lesz az élő dalnak a vége. Így van. Úgyhogy itt egy exkluzív huligánz koncert, amit most hall az egész ország, élőben a vízről, valahol Szántód és Tihany között. Nem kezdtek el zenélni, srácok. Kicsit elfogytak. Így van. Nem baj, ha belecsaptok, gyerekek. A gomba, amit kerestek, a plaj feliratot viseli. 3:49 lesz pontosan. 4 perc múlva, hello mindenkinek, jó reggelt. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Drága kompozók, lassan kikötni készülünk, jól nem, látom? Nem, nem, vágjuk a nádot. De egészen, egészen jól tartjuk az irányt. Igen, csak nem ide jövünk. De, nem itt akarunk kikötni? Hát Tihany. Ugye Tihany Szántód magasságában kötünk ki, szerintem itt még teszünk majd egy félfordulót, és akkor megyünk, vissza. Megyünk aha. Szépen vissza. Úgyhogy, egy csónaképpen távolodik el a komptól, megpróbálja kirakni a horgonyt. Igen, itt vagyunk továbbra is. Huligánz zenélt, és 9 órakorról pedig legördülünk majd ugye a kompról, a kis kontinens stúdiónkkal, egy gyönyörű szép kamionnal, és begördülünk a Hardy Fesztivál helyszínére, ahol ugye megnyitjuk tulajdonképpen a Hardy Fesztivál. Nem ez az étkező, halló! Hello, fiúk, jó reggelt kívánunk! Én mindjárt rakunk elétek mikrofont. Hello, Csipa, jó reggelt! Szervusztok, csók mindenkinek! Na, hogy még egy kávé. Igen. Most ilyen zöldet találtam. Egy fél liter kis sörike, egy 3-4-9 környékén nincs ez abban. Milyen a meleg szendvicsünk, Csipa, jó? Nagyon fain. Nagyon? Imádom. Nagyon? Imádom. Hát még azt, aki csináltam. Jogos. Igen? Jogos. Persze, nem láttam a büfés lányát. Bajuszos úriember. Igen, nagyon kedves. Bajuszos úriember. Azt hittem valami pörgősebbet nyomtok, amikor kimentünk adásba. Jó ez a fél ember, én kedvelem, csak úgy azt hittem, hogy oda valami olyat oda pakoltok még 8:30 a hallgatóknak. Bocsi, de ez az új DJ-szettünk. Ez az új DJ-szett. Azt hittem, oda vágtok valami igazán pörgősebb. Ez a Metallica mashup, amit nyomtatok azt például itt, az szenzációs volt. Tudod, mennyit gyakoroltunk rá? Azt az éreztem. Éveket. Éreztem. Többet, mint a saját számokkal. Na,
Bemutattuk az új dalotokat, rádiós premier. Nagyon kedves tőletek. Ugye, hogy ez milyen szép gesztus volt. Hálás vagyunk életünk végéig. Szép gesztus volt tőlünk. Nagyon. Mennyire friss ez a dal? Mikor született? Mondd meg neki, Zsoltika. Nem merem. De, mondd meg. Ez a dal, ez a História lemezünkön található, és hamarosan egy klip is fog belőle. Az anyja úr is! Gondoltátok volna? Azt a minden idejét is. És mikor léptek föl a Harley, mikor vagytok? Ma holnap pénteken. Pénteken. Miért nem a Best of játszik utánatok? Már egyszer voltatok, egyszer már voltatok a Hooligans. Erekük lett belőlünk. Nem? Sajnos. Mondjad, Feri. Előzenekaruk voltunk, azóta se köszönték meg, hogy felhúztuk a bulit. Kicsit ez rosszul esett, meg mindegyik kértem két jegyet anyámnak, mert el akart jönni, azóta is várom. De nagyon szívesen megyünk a következő Hooligans bulira is. Azért nem köszönjük. Ezek szerint az a vastag boríték nem érkezett meg. Kiszedte el. Mondjad, Jani. Azért nem köszönték meg a koncerteteket, mert játszhatatok négy Hooligans slágert. És azok már kimaradtak az őszint listájukból. Csipa, te ilyenkorán még soha nem énekeltél, nem? Tehát ez így, nagyon. Ugye? Nem jellemző, de most kipróbáltam magam, úgyhogy ez is megy. De megy, igen. És jó volt. Egy fél dal után azért már itt sikerült megtalálni a saját hangot. Szerintem kiváló volt. Figyeljetek! Ha... Igen. Az elején érzelem. Kicsit álmos, kicsit beéneklem, de figyelj, fél dal után már úgy ment, mint a húzat. Zseniális volt. Figyeljetek, ha már itt vagytok, játszatok egy jó hármas ugrás, jó? Mit szóltok hozzá? Miről szól az? Imádni fogjátok, vízkérdésekre kell válaszolni. Vízkérdésbe ott fogunk. Az kiváló lesz, hogy felhívom a kedves figyelmedet a második kérdésre, ami nagyon nehéz lesz egyébként a zenekarnak, hiszen rájuk Zsolti, vonatkozik. Zsolti, figyelj be, te vagy. Várj, bocsánat, egy kis promot hagyjam ők a Nomi Csipával, pont a Feri műsorában. Az egy japán talk show, vagy? Nomi Csipa? Pont nyertünk, ha jól emlékszik. Így van. Tehát nyugodtan jöhet bármi kérdés. Nyerni fogunk ma is. Ennyire hasítotok? Természetes. Igen, ott ugye az volt, hogy négy asztal volt, ha jobbra borítottam a fejem, akkor egyes, középen kettő, tehát tudtak mindent. És még így is rontottunk. Hát figyeljetek, nagyon durva a kérdés sort állított össze, Jani, nem számított arra, hogy veletek játszunk, úgyhogy felkészült. Hajrá! Jó, közel a mikrofon. Így szól az első kérdés dedikált nyakbalkasztóért. Mutatom! Nekünk! Nem adod a zenét, Zsül? Alszol? Ne aludj! Melyik csatornával szabályozzák a Balaton vízszintjét? Melyik ez a csatorna? Van egy csatorna? Nézd meg! Hát milyen iskolázott ez a fiatal ember? Nagyon jó! Túl! Mehetünk tovább? Ez egy jó zenekar. Mehetünk tovább? Léci. Második kérdés. Melyik híd egyik pillérjén forgatták a Félember című Hooligans dal videóklipjét? Nem tudjuk. Basz. Nagyon magas. Az a legmagasabb. De ne basz meg. Nagyon szeretünk. Hogy Balaton végén. Hát, ha nem is. Volt valami, ami a rétesbe főnök. A Bémek Völgyhíd. A Völgyhíd. Ó! Szép megfelelő. Kőrös hegyi völgyhíd. Hát ismerve benneteket, meg a harmadik kérdést, álljatok meg. Srácok, ne menjetek tovább. Nem olyan egyszerű az a harmadik kérdés. Elmondom, mi van. Ha most tovább mentek és nem tudjátok, elbukjátok az ajándékcsomagot. Ha tovább mentek és tudjátok, elviszitek az ajándékcsomagot, de látom a kérdést, látlak benneteket, álljatok meg. Egy pár másodperc szünet, egyre beszéljünk. Nem tanácskozzatok, hogy mi legyen. Nem egyszerű a kérdés. Miről tanácskozunk? Hát azt se tudjuk. Hát arról, hogy tovább menjünk. Történelem. Segítek. Szűkítek. Történelem témakör. Melyik magyar rockzenekar kapott legutoljára platina lemez? Senki nem emlékszik. Sajnos. Melyik magyar rockzenekar? Nem ez a kérdés. Történelem, méghozzá nem könnyű, nem is a közel. Nem is a közel. Halljuk. Jó, én megálltam. Így szól a harmadik kérdés. Melyik királyunk nyughelye a Tihanyi apácsá? Mondaná-e Vágó István? Kérdés? De szép kérdés. De ugye? Szép kérdés, súgjátok a fülemre. Mondaná a Pista, de szép kérdés. De szép és így hozzányúlna a szakállához, és elkezdeni egy kicsit így az őszebb hajszálakat kiszedegetni belőle. Második Béla. Várjál, elsővel kezdődünk. Igen, jól tudtok szájról olvasni. A második Bélát az nem. Ó, már jönnek közel a zenekartagok. Miért szagra, az okosok? Miért szagra gyűlölni meg? Megfejtettünk. De jó nektek, hogy ilyen barátaitok. Enni valamit sem? Én meg akartam őket állítani. Csipa, a fülünkbe súgta. Nem második Bélus? Nem, első András. Nem ezt kell mondani, hogy rájön, mert a számok. És tudja. Gyönyörű. Hát micsoda megfejtés.
Klassz FM-es Morning Show-s ajándékcsomagot adnánk. Köszönjük szépen. Egy darab van igazából. Jó Isten, mindig erre vágytok, köszönöm. Van benne bögre, van benne egéralátét, nektek inkább söralátét. Jó, úgyhogy ezt használjátok. Köszönjük szépen. És Tibinek egy pengető, hogy ne kopjon a körme. Csácsok foggal játszik. Imádunk. Lábán a körme. Imádunk, szeretünk benneteket, drágák vagytok. Nyomtok még, vagy most már leszállunk a hajóról, most már vége van. Ugye? Játszunk még, vagy vége van? Játszotok még, hát majd meg alsóan játszotok. Csak szárazföldön. Oké, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Vigyázzatok magatokra. Szervusztok. Csókoltatok. Csókoltatok. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Aha. Ebben a forgolódásban van valami tudatosság, vagy esetleg egy asszisztensünk átvette a kapitányi fülkében az uralmat? A kapitány egy jobbossal. Ez az a pillanat, amikor én egy 12 éves korom a Balatonfenyvessel úgy kezdtem a képeslapot anyámnak, hogy szapatnak anyám, stop! De most komolyan, most 3 perce, semmi nem történik, 3 perce állunk a Tihanyi komptak a kijáratánál. És menj már fel, írek mellé a lábad a mederbe. Ez egy régi balatoni szokás egyébként. Igen? A kompforgatás, igen. Amerikában bikarodeó van, nálunk komforgatás. Ez sosem baj, ha van egy fix pont, amit nézel, viszont egyszer csak így 2 perc után veszed észre, hogy forogsz, és így próbálod magad stabilizálni, az már nem biztos, hogy annyira jó. De most úgy látom, hogy a kapitányunk tudatosan, vagy tudattalattiában, de helye megfelelő irányba rakta a kompot, úgyhogy meg vagyunk. Nagyon is nagyon hangulatba került, és ilyen kalóz kapitányos, egy kicsit ilyen musical-es, így megpörgett akkor, hogy hey! Itt ugyanúgy, mint a kisgéphajóknál, itt van egy gázkar egyébként is. Én nem vagyok otthon kisgéphajókba, te felé. Én se, de nagyba se. Aha. Én a közepesekbe egyszer talán, de nem. Hát csak így, van egy fékpedál? Hülye, ne gondolkozz, mert hogy lenne már fékpedál? Jézus Isten, hogy lenne már fékpedál? Nincsen fékpedál. Van egy gázkar, és az ugyanúgy rükibe tudott, gondolom én. Rükibe? És akkor szépen tolatni. Ezt nem legalább, hogy fennakadt a hajó tőke, és azért forgunk. Állítólag jó a Balatonban a vízmélység, úgyhogy nincs. Igen? Nincs, ezzel most itt nincs, vagy meg itt azért ezek mondják kivannak, a kacsák. Ki vannak kotorva. Na gyerekek, pillanatokon... Úristen, te undorító. Pillanatokon belül legördülünk. Jó, úgyhogy elmegyünk még egy rövid zenére, elmegyünk még egy pici reklámszünetre, és 9 óra után, 4:10 tájékában, amikor visszajövünk, akkor már az aszfalton, ugye Tihanyból nagyon-nagyon durva bruttó 2,5 kilométeren keresztül megyünk, hogy begördüljünk az alsóörsi Hardy Fesztivál helyszínére. Alig várom már, hogy újra lássam a táskámat. 10 perc van pontosan, 9 óra, egy pici zene, egy pici reklám, a hírek után jövünk vissza mi is. 9 óra múlt pontosan, 21 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, útban vagyunk, ugye most már pillanatokon belül érkezünk alsóörsre, a Hardy Fesztivál helyszínére. Ezt nem mondtuk, ez egy meglepetés volt, a Best of zenekar játszott egy kis egy kis Jerry Halliwellt, egy kis AC/DC-t, mindent. Jerry Halliwellt nem játszunk ki. Jó, de az is szó, hát az is nyomjátok ja, most. Az is, imádom egyébként nagyon ezt a számot, meg szeretem tényleg, hogyha a Best of S játszal, mert igazi élmény látni Feri térnadrágban. Igen. Tehát mégiscsak gyerekek, egy Harley Fesztiválra megyünk, kőkemény motorosok társaságában, most már egyébként csak úgy, mint tavaly, meg tavaly előtt körülbelül 1,5-2 kilométeres sor duzzadt mögöttünk, ugye, mert a nagy tömeg egyébként nem is a siófoki beszállónál, hanem a tihanyi kiszállónál várt minket, ott csatlakozott az összes motoros, hát nem szeretne korán kelni, megértem. Nem. És innentől kezdve már a szokott úton, módon ugye megyünk, csak most a másik irányból közelítjük a kempinget, mert eddig ugye Budapestről jöttünk, most viszont ugye Tihany felől megyünk Alsóörsre, és rengeteg motoros jön velünk végig a 71-esen. Mi van, rájöttél, hogy mozog a kamion? Milyen házak vannak itt, miből? De most komoly. Egyébként a kemény motorosok jutott eszembe, mert keménység, megnéztem a Facebookon a fotókat, meg az alattuk lévő kommenteket, és annak a képnek a nézegetése közben, amilyen frábátó is van, azt kellett észlelnem, hogy frábátó bal bicepsze kitakarja a testem 80%-át. Hogy ő mit evett? Ne robold. Jó, hogy és napozimat. Strombával lefolytva. Hogy érted? Biztos te puliszkát. Hát figyelj rá, kicsit ráfeküdt a fekvenyomásra az utóbbi 1-2 évben. Frábátó, hát ha valaki esetleg nem tudja, azért mondjuk el, mert talán a 9 óra előtti beszélgetés nem volt mindenki számára érthető. Ugye az ország jósa éveken keresztül írta a TV-rét horoszkópját, tehát komoly szaktekintélynek mondható. Legismertebb, a leghitelesebb. A legismertebb, a leghitelesebb szerelmi kötésekben, oldásokban ő volt az, akit megszólaltattunk. Benne azt szeretjük, hogy ő legalább annyira jól nevet a saját munkásságán, mint ahogy mi nevetünk az övén. Így van. Úgyhogy ezért szeretünk vele interjút csinálni. Kifejezetten jó arc. Igen, kifejezetten jó arc. Egyébként és szerelmi kötésekben pedig 20% kedvezményünk van nála. Úgyhogy... Hát és ne felejtsétek el, hogy van egy próbánk vele, ugye?
foci így van, hát a Benfica átok, gyerekek, nem kérdeztük meg. Egymás fecskéjét. Nem kérdeztük meg, hogy mi van a Benfica átok, hát az már csak jövőre derül ki, akkor lesz újra. Igen, szerintem. Igen, ez egy hosszú távú projekt, de csak szerintem még akkor igen. is prosperálni fog. Ő levette az átkot. Uh-huh. Igen, hát ez jövőre derül ki, mert ugye nem klub, de a klub szinten nézzük, de egy nemzetközi porondon, tehát itt nem arról van szó, hogy országon belüli bajnokságról vette le az átkot, hanem a nemzetközi porondon való szereplésről, ugye? Tehát majd jövőre tudjuk meg, hogy hatott-e a Frábátó átok levétele. Nagyon kíváncsi vagyok, viszont tényleg továbbra is elnézegetve ezt a képet, azt gondolom, hogy ha ilyen jó balbicepszre a kristálygömb, akkor én is veszek egy. Csak kettőt vegyél, hogy mind a kettő egyformán nőjön. Igen, imádjátok a zenéket egyébként, jönnek az SMS-ek, jó ez a rock nap, imádjuk. Mi van, a Balázst a vízbe dobtátok? Ha tudnátok egyébként, hogy... Így van, hogy mennyire tiltakozik minden ritmét. Ha tudnátok, hogy mondtam, hogy gyerekek, Harley Fesztivál van, akkor rock zenét kell játszani. Fantasztikus, ez a mai nap írja egy hallgató, jó a zene, kár, hogy nem lehetek ott veletek, lélekben már én is motoron ülök, írja Gabi. Ilyen zenék kellene, nyomjad, Jani. Gyerekek, ez komolyan mondani, hogy best of koncert volt. Hát most ennyi, a legjobb dalainkat elővettük. Ez mi? Lesz este is. Mikor vagytok, holnap este? Nem, ma este. Ja, ma este. Éjféltől kettőig. Nem akarok dezinformálni itt. Ne is te, mert tudom, hogy azért jönnek az emberek csak a Harley-re az első napon, mert mi vagyunk a főzenekar. Ha késnék véletlenül reggel, akkor azt értsétek meg. Nem gond. Kicsit hosszúra nyújt a szóló a vég. Miért tesznek mindig benneteket ilyen későre? Én már próbáltam mondani, hogy nekem reggel dolgom van. Ezt komolyan mondom. Van. Hol a Dobai, jöjjön ide. Most akarok vele beszélni. De figyelj, miért nem este 10 órától játszotok? Hát azért. Egy rendes papás koncert, évfélig fél egyre ágyban vagy, reggel kipihentem, megérkezel majd a Sárvári Gyógyés Termálfürdő. Vagy ahogy többen ismerik, a Sárvári Gyógyés Wellness Fürdő. Tehát hogy megérkeznél kipihenni, mi ez az évféli kezdés? Mert fölépítkezik, érted? Tehát mindig úgy, hogy a legjobb bandát teszik a végére. Ez igaz. Ezért van még utánunk a rockdiszkó. Rockdiszkó, imádom az nagyon, lesz. Óriási. Már a nevében benne van a gyönyör, amit ad, rockdiszkó, őrület. Az a baj egyébként, hogy pótolhatatlan vagy a bandába, tehát picit előbb le tudnál lépni. Érdekes, a banda többi tagja nekem nem ezt mondta. Sőt, elárul neked, hogy több olyan koncert volt, és mindenki jobban érezte magát, amikor én nem tudtam jönni, és pótgitáros volt. Akkor küldök még egy SMS-t Alapi Steve-nek, hogy ne jöjjön egy nappal korábban, hogy te el tudjál jönni. Gyerekek, ebben a pillanatban pedig a mi kis kamionunk, a kis konténer stúdiónkkal és mögöttünk több száz motorossal már-már mondhatni a jól megszokott módon begördülni látszik a Harley Fesztivál helyszínére. Ez valami kis kert. Kempingbe, ami most még... a paradicsom palántákon. Ez a kemping most még nagyon szép, aha, nagyon rendezett. De mindjárt leszáll Feri. Menjetek át. Szép a fű, már állnak a sátrak, Feri, van egy jó hírem, már állnak a tojtojok is. Nagyon jó, tudod, az a kedvencem, mindig ilyenkor ott szoktam aludni. Majd a hajnalban az egyiket támasztott bentről kifelé, nyugodjon meg már. Soha nem megyek be tojtojba. Nagyon igazad van. Hát, hogy itt a Balaton. Hát persze, hát. Abszolút. És már gyerekek, hogy vagytok? Mi van veletek, semmi? Hogy vagytok, sehogy? Édesek már állnak egyébként, és veszik a belépőket itt a kasszánál. Mi pedig akkor gyorsan mindjárt utána járunk. Egy ember és, van, aki egy számbólóban ide áll, egy. Úgy is van. És megint kijön ide motort bőgetni, ki az, aki beáll egy, tényleg egy rövid újú gyúrós pólóba? Hát persze, hogy Mr. Horoszkóp. Mr. Szerelemkötés, Frábátó. Most itt a vége? Tavaly még beengedtek minket a kempingbe. Ez ma már egy olyan, hogy ma már megállunk? Nem, mert csak megálltunk a bejáratnál. Gyerekek, nem szóltak nekünk, hogy ide jegyet kell venni? Nekem koncertező zenekarként van, úgyhogy ti jöttök. Neked mi passzod van? Hát persze, mindenhova jó. Ez jó. Na jó van. Nem sokára hívjuk még a Sony játékunk nyertesét, mert hogy ugye ez a játék tart egészen június 10-ig, amikor sorsoljuk majd a főnyereményt, ami ugye egy balatoni luxus apartmanban egy meccsnézés, és... Egy 4K-s Sony csoda. Egy 4K-s Sony 4K-s. Csoda. Egy 4K-s Sony 4K-s. Csoda. Így van. Egy akkora tévé, hogy őrületesen nagy. Figyelj, most próbáltam a hasonlatot mondani, csak picit elfáradtam itt az utazásra, már így 3-4-10 felé kezdek lefűzni. Emlékeim szerint ez egy 140 cm-es képát mérőjű full extrás tévé, gyakorlatilag a full HD-nak a kétszeresét tudja a képpel a felbontásban. Nem a HD-nak a négyszeresét, a full HD-nak a kétszeresét, de egyébként ebben igazad van, és még egyszer elnézést kérek, hogy a szabadba vágtam, és felülbéreltem a szakmai hozzáérésedet, végül is mégiscsak ti fogtok felé, ma este nem én. Jó a tévé.
van rajta. Sziasztok, külön... lányok! Jani, feleséged van. Ja, tényleg. Hello, mi van? Semmi. Csak szólok, igen, nagyon csinos feleséged van. Szóval, hogy nem sokára hívjuk a nyertest, jó? Jövünk egy pici szünet után. Hívjatok! Ők ott lesznek este a koncerten. Igen, az első sorban. Hát, vagy mögötte. A backstage-ben? A backstage-ben. Jó, van, akkor. Erre nem kérdezünk többet. Nyugodtan kérdezhetek. Persze, tovább adok. Fél tíz lesz pontosan, 2 perc van, mindjárt jövünk. Ha minden igaz, még a Dobait elkapjuk egy rövid interjúra, és jövünk a nap legjobb pillanataival. 9:30 múlt, pontosan 3 perccel. Hello mindenkinek! Hello! Azért jó a modern technika, mert úgy tudunk műsort vezetni, nem kell látni egymást. Feri már bevetette magát a fesztivál sűrűjébe. Kicsit Jani, igen, Jani már szintén máshol egy motort próbálgat, én itt a megvannak stúdióban. Megvannak a csajok száma, csak mondom. Sajnos az egyik 70-es ingyen hívhatom. Begördültük, gyerekek. Csabikám, te már ilyen korán? Hát persze. Itt jó vagy. Reggelt, hello, jó reggel. Persze. Mi van, kipihented az Iron Maiden-t? Jó volt? Hát ez egy életre szóló élmény. Tehát jó, maga mi? Az Iron Maiden is, meg az, hogy ezt a gyermekemmel nézhettem meg, tehát azért az baromi nagy élmény volt. Mondtam, meg hát ott volt a Jani is. Mondtam egyébként Balázséknak, hogy Romeo nagyon-nagyon okos, nagyon-nagyon jó agyú kisgyerek, aki ráadásul eléggé otthon van, eléggé otthon van a metal dolgokban, tehát simán vágja például a jelenések könyvéből azt, hogy ki is ez a fenevad, meg mi is az a 666. Jó, tehát, azt hogy... te tanítottad neki, azért ez azt tegyük hozzá. Igen, és ott táncolt és énekelt és pogózott. Na, ülős volt, ülős? Számunkra ülős volt, mert hogyha lementünk volna a küzdőtérre, ő nem látott volna. Ezért felültünk, de úgy rázta magát, én még ilyennek nem láttam. Tehát nagyon élvezte, nagyon tetszett neki. Ez mi mekkora élmény, nem? De egy szülőként is, hogy a saját gyerekeddel már ott vagy egy közös koncert élményen, ez szerint én sokat nagyon néztem várom. A színpadra, meg néztem a zenekar, de többet láttam a Rómeót. Tehát néztem, hogy ő hogy tombol, hogy csápol, hogy tapsol, és hogy élvezi. Nekem is volt már közös koncert élményem a Benivel, csak az a Halász Judit volt. Úgyhogy ott még azért... És az milyen volt, mesélj. Illetve már volt egy almazenekar, úgyhogy az se volt rossz, de majd várom, hogy például 10 évesen, ha mit tudom én, Guns van lesz, és úgy újra összeállnak, akkor például oda közösen elmenni, az nagyon-nagyon jó. És akkor te itt voltál már reggel, vagy a koncert te után, itt koncert után ittunk még otthon egy bodzaszörpöt, Janival. Igen. Majd később majd küld át a szénsavat, légy szíves. Jó, az is meglegyen, mert szódálakért. Nem bírta meginni, mert ugye nem szénsavasat adtam neki, de elraktuk a poharat, meg van, ha legközelebb jöttök, még meg lesz. Ez tényleg így volt, és a Laura megkérdezte tőle, hogy miért nem szódával adtad nekik, sajnálom. De sajnálom, hát az drága a vízolcsok. És aztán éjszaka lejöttünk a Janival, megérkeztünk ide, szépen aludtunk egyet, én kicsit többet, ő kicsit kevesebbet. Képzeljétek, reggel még futottam egyet át, megnéztem, mi van csopakon, aztán visszajöttem. Komolyan? Persze. Csabi, te nagyon rákattantál erre a futásra. Soha életemben nem futottam még a Balatonparton, maximum amikor gyerekkoromban kergettek, vagy fociztam, és most futottam egyet, nagyon jó érzés volt. Összefutottam a Búzasanyival, vele kávéztünk egyet, tehát hogy jó volt az éjszakám, jó volt a reggelem. Búzasanyival? Ő is len van már? Nem tudom, ki ez a Sanyi, de Sanyi nem tudom. Nem futott, ugye, Búza? Nem tudom, ki ez a Sanyi, de nem tudom, miért kell róla így beszélni. És hogy miért állítjátok, ez tök nem tudom, ez a Sanyi mit ártott nektek, de hogy miért kell egy ilyet bemondani adásba, ezt most megint nem értem. Ugye minden remek, úgyhogy klassz volt, tisztől meg kívánság műsor, itt vannak jó páran, úgyhogy fognak dalt kérni, már alig várom. De Elbusza Johnnyval találkoztál már? Vele még nem, hát életemben neki már igen, de itt hát még nem. Ilyenkor szokta kitolni az évi egyszer. Ilyenkor évi egyébben egyszerű és motorra ül ilyenkor. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Kora reggel kompra szálltunk, erről beszélgettünk, illetve a kompon, ugye szóba jött, ami drága Gönci Gáborunk. Igazából már nem is tudom, hogy ja igen, elindultunk Demcsák Zsuzsa nézőbe, hogy beúszunk egy ilyen moka nagy totálba. Aztán kiderült, hogy ugye Tatár Csilla van, és Tatár Csillától eljutottunk Gönci Gáborig, és megvitattuk Gönci Gábor szerintünk egyébként csak a mesékben létező fenekét. Mert, a trezorsegű srác. Ezt a élőben, háromdimenzióban az ő fenekét még ember nem látta. Arról beszélgettünk, hogy vajon van-e neki, vagy ha igen, akkor otthon tartja, elviszi-e magával esetleg dolgozni, vagy mit csinál vele. Gábor egyébként jó arcolt, mert írt SMS-t. És felhívtuk a Magyar Észventúrát, ami szeretett Bot Zolinkat. Hát ő szenzációs, éppen arany sakál vadászaton van. És egyedül a Szilágyi nincs vele, ezt én fájlaltam, gyerekek, ez nehéz így. Mert, hogy miért nem, az is kiderül egy bőgen ebből az anyagból, hogy Szilágyi éppen mivel foglalatoskodott máshol. Igen, ők ketten zseniálisak, arany sakál vadászaton van Bocoli, úgyhogy erről beszélgettünk vele ma reggel, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 3:40 van pontosan, jó reggelt kívánunk mindenkinek, ezek voltak a nap legjobb pillanatai. Gyerekek, hát itt már minden a motorosok, Ferit... Miki! Ferit kicsukták Miki, a kontinens stúdióból. Miki, jobban vagyunk. Gyere be! Itt van. Csak rálökte egy picit az arcodra. Kicsit becsukod, ne törődj, kicsit ne törődj. Semmi, hogy kicsit vérzik az Ferit kizárták. Szóval, hol az Attila?
Gyere, Attila! Gyere! Patak egy gabona körnél látta. Kommunikál. Ők holnap lesznek egyébként, ha jól tudom. De ugye? Én a mestere gondoltam. A mester. Attila, hello, jó reggelt kívánok! Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek! Figyelj, a Feri érdekében nem lehetne ezt a best of-ot egy kicsit előrébb hozni. Egy ilyen fél tíz tites kezdés, hát nekünk erre az emberre holnap reggel szükségünk van. Most tehát éjféltől ti még ott dolgoztatjátok, kettő, három, mire egyáltalán elszabadul. Ha miért nem játszhatnak ők tízkor? Nem lehet jövőre valamit bizniszelni veletek? Hát játszanak a gangstáik, ők meg tízkor még alszanak. Hát, a gangstáik az előzenekar, tehát tulajdonképpen ezért hát tettük őket tízre, meg akkor jön meg mindenkinek a hangulat, akkor mindenki itt van, és azt gondolom, hogy sokan emiatt jönnek best of miatt. Délután kettőkor lehet, hogy nem jönnek. Hát vagy legyen az, ez hogy jövőre az... már ne legyenek. Nem. Ja, egyáltalán nem játszanak, tényleg, ez egy kiváló ötlet. Na, tényleg Edda lesz. Az csütörtökön. Csütörtök. Igen. És pataki művek is lesz, nem csak Edda. Komolyan? Uh-huh. Kicsi, a nagy, minden érted itt van. Hát persze. Aztán is az indián is. Osziánsz is holnap. Lesz Oszián is? Tényleg? Maradsz mi? Itt a helyem. Jó, hát azért az ritka, nem? Persze. Ugye? Elég ritkán játszanak, és aztán ezzel el is indul a nagy buli, az hisz nagy színpad ettől ez a négy napon keresztül fog üzemelni. Az nagyon-nagyon komoly. Itt láttam, hogy itt kilőttél mellettünk, intézkedni mentél előre, mikor előre mentél, elvittünk néhány ágat, aztán előre szaladt, tehát itt motoroztál vidáman mögöttünk, egyszer csak itt kilőttél és elhúztál előre. Igen, volt egy kis dolga, amit miattatok. Ja, igen, beragadt a sebbá. Az meg van, hogy bontottuk le a fát folyamatosan. Igen, érdekes volt egyébként. Hooligans tudsz azt ott, hogy néz ki? Mint egy esőerdő. Tényleg? Persze, minden beleakadt. Na jól van, Attila, vasárnap estig, ugye? Folyamatosan lehet jönni, gondolom. Így csak van, úgy, vasárnap minden évben. Estig, és a 5 nap alatt több mint 40 zenekar fog játszani, úgyhogy azt köztük gondolom, mindenki fog a Best of elsőként, és azt gondolom, mindenki talál zenei ízlésének megfelelő programot. De a honlapon egyébként egészen pontosan meg lehet nézni, hogy mikor ki játszik. Így van, openroadfest.hu. Mindenkit sok szeretettel várunk. És köszönjük mi is, hogy itt vagyunk. Nagyon szépen köszönjük. Kinyitottam az ajtót, mert lassan mesztelenre vetközhetnénk, és elkezdhetnénk magunkat csapkodni, nem? Egy közös mesztelen szaunázás. Attila, nem maradsz itt? Nem, visszajön. Na jó van. Oké, hívjuk akkor először a játéknyertesünket. Attila, köszönjük szépen, csókoltatunk, nagyon drága vagy, hogy itt voltál. Hívjuk a játéknyertest, aki vagy ugye óranyertes volt a múlt héten, vagy pedig ugye hármasugrás játszott velünk. Ha jól válaszol egy kérdésre, akkor Sony ajándékot kap, választ a TV, vagy pedig telefon közül, és június 10-én adjuk majd oda a főnyereményt, ugye az összes foci VB-t SMS beküldő közül sorsolunk. Így van, ez a döntő napjára szól, illetve hétvégére a Balaton partján egy luxus apartman. A barátaiddal együtt, a nyertes a barátaival együtt eljöhet, és ráadásul egy 4K-s Sony TV-n nézhetik meg a döntőt, amit aztán ő haza is vihet. Így van, ha hello. Négyen vannak, mindenkinek egy K-jú. Halló, jó reggelt, Balázs, Feri, Jani, hello, sziasztok, szia! Kitty vagyok. Hello, Kitty, jó reggelt. Hello, Kitty. Hello, Kitty. Igen, ez hello. Szegény, te ezt hányszor hallod, és a részemről még csak nem is volt tudatos. Kittikém, te óra nyertes voltál tegnap, ugye? Igen, ez hihetetlen, először játszottam tegnap életemben először, úristen. Így véletlenszerűen azt mondtad, hogy kipróbálod magad, hát a sikerül, vagy hogy? Igen. Na, látod, és már sikerült is, figyelj! Az ha megvan hatodva a játékos, azt mindig szeretjük. Figyelj, Kitty, mit választanál először? Azt kellene eldönteni, egy telefonnak örülnél jobban, vagy egy gyönyörű szép tévével tennéd boldoggá? Egy gyönyörű szép magad. Tévét tenni engem boldoggá. Egy szép tévét választasz inkább. Jó, hát ez még nincs meg, mert hogy egy kérdésre is kell válaszolni. És csak akkor lesz meg ez a tévé, ha jól válaszolsz erre a kérdésre. Jó? Jó. Na, segíteni fogunk. Figyelj, így szól a kérdés. Melyik nemzet lőtte eddig a legtöbb gólt egy világbajnokságon belül? Tehát egy világbajnokságon belül, melyik nemzet? Egy világbajnoki meccsen belül. Az anyja úristen, egyre nehezebb gyerekek. Egyébként nem olyan nehéz egyébként, nem kell nagyon messzire menned ahhoz, hogy tudjad ennek az országnak a nevét. Sőt, de egész lehet, közben, hogy erre kell menni. Se kell indulnod. Talán el se. Magyarország. De okos vagy. Így is van. Azt a mindenit. Na, mi volt ez, János? Csak hogy tegyük. Szalvador ellen. 20 idején, mielőtt hatott volna a mákos tészta átok. 26-27, valami ilyesmi gól volt, nem? Nem, de hogy is nem. 30-35-40? Na lehet, hogy 60, tehát percenként majdnem egy, akkor az 90 lett volna. Aha.
27. Ja, így van. 27, hát jól emlékszem én. Jó, hát jó. Hát most nincsenek, egy lexikon vagyok. Hát most az, az. Kittikém, megvan ez a gyönyörű szép tévé, amit választottál magadnak, jó? Úristen, nagyon szépen, köszönöm. Kezded most már elhinni kicsit, hogy megnyerted? Nem, most csikiznek? Kicsikiznek? Nem hittem el, hogy életemben nyertem valamit. Honnan hívtál minket, Kitti? Budapestről. Mivel foglalkozol? Mit csinálsz? Hát egy illatszernagykertben vagyok, árvasztó készítő. Tök jó. Egy illatszernagykertben dolgozol. Jól van. Igen. Na, örülünk, hogy így örülsz. Ez mindig nekünk is nagy öröm, ha valaki olyannak tudunk ajándékot adni, aki ennyire örül. Úgyhogy nagyon szerintem... Nagyon szépen köszönöm. Szerintem... Nagyon jó helyre fog kerülni. Igen, heteken belül meg is kapod. Jó, küldjük nagyon, nekem. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Szia, Kitti. Szia. Sziasztok. Ciao, hello, hello. De drága volt, nem? Nagyon cuki volt. Tudj örült. Ez mindig sokkal jobb ezt hallani, mint hogy valaki kicsit rezignáltan. Jó, oké, okay, ugye? Tudomásul vesz, hogy nyer. Igen, nyilván ő is örül, csak minden ember máshogy fejezi ki, de azért ilyet mindig jobb hallani. Jól van, hívjuk a naphallgatóját. Aztán búcsúzunk, mert itt is kezd olyan szaglenni, mint egy illatszer nagykerben. Van stiftem, adjak? Tessék? Adjak stiftet? Hát drágább dolog, hagyja, felejtsd el. Nem, nekem is van golyos tollam. Tirokkerek nem ismeritek, de a bekened a hónod alját, egész jó illatod lesz. Tényleg? Igen, képzeld el, van ilyen. Tudom, hogy ez a rocker. Rajtam már csak a habkő segít. Rocker világban azért nem annyira megszokott, de hidd el, egészen jó tud lenni. Jó Istenem, gyerekek, gyerekek, hát mi van itt? Jaj, egyszer egyetetlen tényleg. Rossz érzésem van. Na, merre csörög? Adi, jó? Jó. Hát van úgy, hogy a naphallgatója nem veszi föl. Hát sajnálhatja. Igen. Sajnálhatja. Azt írta nekünk egy nagyon frappáns, nagyon rövid SMS, mindenütt jó, de a legjobb kompon. Ezt írta. Fáradt kicsit a dolog, fáradt, de... Főleg a Széchenyi kompon. Így van, ezzel ő lett volna a naphallgatója. Oké, kivehetjük, akkor nem próbálkozunk tovább. Csavikám, újra jó reggelt neked. Jó reggelt, na, mi van veled? Mi történt veled azóta, hogy nem beszéltünk 8 percet? Fotózkodott Csabi, ja, láttam, hát igen, gyerekek. Szétszették a Csabit. Annyi ismerős van itt, akivel ugye az elmúlt években is találkoztunk, és tök jó, hogy szinte hazajárunk ide. Ismerős mi? Aha. Aha. Te így hívod őket? Szóval valaki benyalja ezt a dumánt, hogy ismerős. Ismerős. Képesek vagytok mindent félremagyarázni és félreérteni. Jó volt az Iron Maiden koncert? Azt már kérdezted. Ja, az adásba kérdeztem? Aha, ja, jó, kicsit meg kell. Nem volt kint veled a Romeo is véletlen. Elmesélje megint. És írtatok egy rossz botta szörpöt? Tényleg. Figyelj, azt én sovat majd küldjétek. Viszont élő kívánság műsor, ugye lehet jönni hozzá? Így van, dalt nagyon kérni. Várjuk azokat, akik meglátogatják amúgy is ezt a fesztivált, meg miattunk is nyugodtan lehet jönni, dalt kérni. És hát a játék is folytatódik, úgyhogy valószínűleg holnap is fogtok sorsolni, mert minden órában lehet egy Sony ajándékcsomagot nyerni. Nagyon egyszerű a hallgató dolga, küldj el SMS-ben, hogy foci VB a 0670-645-0000-ra. És ti aztán innen mentek tovább, ugye mi megyünk Sárvára, ti kalandoztok tovább, ugye? Az van, hogy ma itt vagyunk a helyszínen, igen? Ugye ma egész nap innen megy az adás, a kívánság műsor is, meg délután a piros is, és amikor a piros végzett, akkor ezzel a szép járművel elindulunk Sárvára, hogy holnap reggel le tudjuk nektek adni, és onnan tudjon menni a ti adásotok is, és majd onnan indulunk mi el Sárváról. Ezt majd a mai adásban folyamatosan fogjuk mondani, hogy merre megyünk, de megpróbáljuk megkerülni megint a Balatont, ugye az elmúlt években. Így van, úgyhogy elindulunk Sárvárról majd nyugat felé, tehát Keszthely irányában, bizony. És a déli parton próbáljuk megkerülni, és a cél holnap is ugyanaz lesz, hogy ide visszaérjünk. Ez tudatosan mentek, nem csak úgy kovájotok, mert ahogy elmondtad, abban nem volt. Tehát, hogy elmegyünk dél valahogy, tehát hogy van ebben azért egy felépített útvonal, nyugtass meg. Még egyszer elmondom, akkor elindulunk Sárvárról, nyugat felé indulunk el, megkerülve a Balatont, és a déli parton fogunk haladni, hogy aztán visszaérjünk ide, na. Az északi partra, Alsóörs. Nincs benne hiba. Semmi tudtam megfogni. Egyáltalán. Nem. Egyébként tegnap mi hoztuk le a pirosnak a cuccait is. Egy koffertangát. Megnézted és kipróbáltad az összeset. Hármat le is nyúltam, és kettőt már viseltem is. Csabi, figyelj, nem tudsz kérni egy új pólót, mert ez a 12. hárdis póló. Direkt felvettem a régit, hogy aha. Hát ha meglepnek egy újat. Ja, jó, mert 15. jubileumi fest, hát csak van rá de valami. A Dobai Attila még nem szúrta ki. Nehogy az Attila összezavarodjon. Alig várom, hogy észrevegye, hogy ez egy régi póló, és kell egy új. Na jó van, gyerekek, mindent elmondtunk, Csabi jön akkor a kívánság műsorra, mi holnap a Sárvári Termál fürdőben leszünk, így van, nagyon jobban ismeritek, Sárvári Gyógy és Wellness fürdő. Ott leszünk egészen 10:30-ig, ingyenes a belépés, 10:30-ig ingyenes, utána nem zavarnak ki senkit, viszont mindenki karórát kap, 10:30-től kezd ketyegni az óra, tehát ha valaki szeretne a mi büdzsénkre, a mi számunkra egy jót fürdőzni a családjával, 6-kor bejön, 10-ig
ott van, úszkál, és 4:11-kor elhagyja a süllyedő hajót, ingyen fürdött egy nagy vonalú velünk. Vagy, már megint nagy gyerekek, vonalú aki vagy. Ott hogy lehet arccal a higiénia felé? Attól 10:30-ig ingyen fürdőzés a Sárvári Gyógy és Termál fürdőben. Vagy ahogy többen ismerik, a Sárvári Gyógy és Wellness fürdőben. Na jó van. Oké, mondjad. Nagyon szépen köszönjük azoknak, akik nélkül ez a kitelepülés nem jöhetett volna létre. Már többeket megemlítettünk, ugye egyebek mellett azonban kimaradt még a Class FM logisztikai partnere, a Bautrans, illetve Magyarország egyetlen konténer stúdióját legyártó Konténer Hungária is. Köszönjük! Jól van, Csabi jön a kívánság műsorral, itt a Hooligans játszik még egy dalt élőben a fejünk fölött, mi pedig jövünk holnap Sárváról. Szép napot mindenkinek, szevasztok! Szevasztok! Sziasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show.